Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, jó reggelt. Mindenkinek jó reggelt kívánunk. Gyerekek, esik szét a fülesem. Hát, ha látszottok, már jön. Hát, csak mutatom. De az nem esik szét, az szét van gyűlve. Aha, ez konkrétan, ez már csak a lélekleti állapot. Ez már hello. Ez a hello állapot, igen. Zsülci, van egy új füles... Ez lehet, hogy ezt ki kéne dobnom. Zsül, rágj meg egy rágót, légy címe. Vissza kéne ragasztani valamit. Zsülünk van egyébként? Aha, van, hátul van. Persze. Hátul van, jön majd be. Hozol egy másikat? Jézusom, ki ez a nő, akit fotóznak a tévéket? Szíves rendel. Hát, én szeretem, hogy vállalják magukat az emberek. Atya is, de miért kell ezt nekem reggel nézni? Mert én reggelizni szeretnék. Egy szemellenzőt is hozzá, Zsül. Gyerekek, itt mások esznek, szóljon valakinek. Más ilyenkor reggelizé, bocsánat. Miért kis zsaruk hétfőtől 20 óra 15-re? És ez lesz a zsaruk? De szerintem nem ezt promotálja. Ja, hogy ez valami ilyen top teleshop, és akkor ott... Jó, mert le van halkit van. Így már nincs értelme, hogy zsipszegény telje leszem a kávéma. Hát így már nincsen. Igazából semminek. Gyerekek, hoztam fahéjat az apkásámba. Jaj, nagyon jó. Én tegnap például mondani akartam, mert így szemmel látható, nem volt elég fahéj az apkásádban. De nem volt, egyáltalán nem volt. Eddig mézzel operált és kókusztejjel. Most elérkezett a pillanat, hogy oda csak csapjon. Mondom, őrölt fahéjat sikerült reggel találnom. És imádom, hogy mutatja. Mennyire más, hát, hogy látjátok? Ez az, egyébként rá is van írva. Hát ez az. Gyengébe kedvé ríme. Gyengén látóknak. Mondom, hogy van ráírva. Ez mennyire máshogy szól ez a fahé? Ez a füles. Aha. Viszont őrölt fahé. Úgyhogy ma még jobb lesz az apkásán. Én meglepődtem volna rajta, hogyha mondjuk egész fahéjat hozol és itt elkezdesz reszelni, de az ínyenc lett volna. Azt kéne. Igazán tudatos vagy, mert tudod, ebbe ki tudja, hogy mi van. Az egész fahé, az látszik, hogy fahé. Ebbe lehet, hogy fahé ízű egész más héj van. Igen. Aha. Na? Fahé ízű egész más héj. Nem, megkosoltam már tegnap, ez az, úgyhogy... Na, ezzel csinálom. De bárkinek csinálok egy adagot. Köszönjük, még mindig nem kérjük. Fél sajtos számomra, hogyha szólnál egy kicsit. Illetve van almám, ezt akarom beleszteni. Nincs egy almareszelő nálatok véletlenül? Mindig van nálam. Van nálad egy almareszelő? Jönném a másik nadrágomba maradt. Azt hittem, úgy bíztam bennetek, hogy lesz egy almareszelő nálatok. Figyelj, nem félsz az egy oldalú táplálkozástól? Nem, reggel nagyon jó. Hát utána napközben ehetsz egy csomó minden, csak reggel zab. De mindig zab? Az esetek többségében vége a szalonástól elsántottának. Feri, ez három oldalú táplálkozás, ez almafahéj zab. Ja, tényleg, de hülye vagyok. Egyébként ma fogom az abodat szétzúzni, csak szólok egy csoda fegyverrel, ami kétszer annyi rostot tartalmaz, mint a zab. Na. És tele van káliummal, kálciummal, magnéziummal. Ennyi, tehát ma még utoljára zabot eszel, jövő héttől egész mást fogsz. Valami nagyon durvát hozol? Egy olyan durvát hozok, hogy meg. A receptedben lesz benne? Abban lesz benne, így van. És hát a zabnak annyi. Én már látom, hogy azt mondod, a dupla bélsimító rész, érted? A dupla rost, az kifogja a zabot. Ölni. Na, kíváncsi vagyok. Mert a zabnak elég nagy a rost tartalma, hogy elég magas. Dupla meg az, annyi van benne. Dupla. Kétszer annyi zab? Utána néztem, igen. Kétszer annyi fahéj a zab? Gyerekek. Na jó, hát kíváncsi vagyok. Hát én is. Mi újság egyébként? Hoztam nektek egyébként más majd zabot. Ne, a jövő héttől meg azt fogtok enni majd. De most komolyan mondom, én meg majd a Feri receptje után adom majd oda. Hoztam nektek csirkehúsi ízű kis növényi eredetű. Nem pástétomot, hanem csirke. Macska köröm indul. Húst, macskaköröm bezárul. Kamuhús? Tehát aha, kamuhúst, igen, de csirkézőt. Most komolyan mondom nektek, hogy ez az utóbbi évek egyik legjobban sikerült kamuhúsia. Igen? Ja, igen, hát de te nem is emlékszel a húsra. Hát lehet, év. Hogy ezért is. Ezért is gondolom azt, hogy ez olyan, mintha. Érted? De szerintem, hogyha mondjuk egy cézár salátában bele van vágva, akkor simán megkajálod a szóátvítés valódi értelmében egyaránt, hogy ez bizony csirkehús, sült csirkehús. És mivel ízesítik, arra kíváncsiak, hogy mit jelent. Az ízesítés az ugyanaz, mint egyébként, mint hogyha mondjuk csirke mellett sütnél ki. Az egy az egyben ugyanaz. Az a kérdés, ugye, hogy mit tesznek hozzá, hogy olyan íze van, mint a csirke. Vegetáriánus csirkét. Ne. Hát figyelj, ez egy nagyon jó kérdés. Hát, szerintem alapvetően búzasikérből, meg ilyesmiről. Igen. Aha. Esetleg zabból.
zapsitérből. És vettem ilyen bioáruházba ilyen tofut, meg ilyen gabonaszalámit, meg minden, hát azért... Ez nem ugyanaz. Tehát, szóval, hogy a gabonaszalámi az eleve úgy néz ki, hogy mondjuk vagyunk a gabonakolbászok, hogy egy ilyen műbélbe van beletöltve, és hát abban a pillanatban, ahogy mondjuk szétvágod, eleve a bél ugye emészthetetlen, tehát ki kell belőle szedni, amikor kiszeded, akkor szétesik az egész. Ez nem ilyen jelent, hogy ezt csak így hívják, de nem. Ez nem volt, az nem volt annyira jó. Mi a hasznosítása, ha nem tudod szeletelni rá tenni kenyérre? Mivel ez általában valamilyen növényi zsíradékkal van így gabona szemek összeállítva, és ugyanúgy a hagymás, paprikás, fűszeres történet, szépen így össze van dolgozva, rántotta alá, zöldségek alá. Menő. Azért az fincsi, az igen, így van. Hát ahogy mondod, ez el. Hát itt szúrtad el, hogy a rántottát nem csináltad meg belőle. Na nem baj, ma hétvégén, holnap reggel gabonakolbászos rántottával várod a családodat a földszinten. Így van. Ha? Előtte, utána zab. Gyerekek, csak az. Nem, már gabonakolbász már nincsen. Csak zabot eszik az egész család, nincsen más. Jaj, tegnap megint sorozatokat néztem, megint több sorozatot nézek egyszerre. Nagyon sok sorozat van most, ami nagyon jó. Megint. Egyet mondja, egyet. Az a figyelj, az új dal, az nagyon jó. Hogy? Aha. Bobby, meg izének. Nem hiszed el, hogy milyen cselekmények vannak benne. Nem tudom, hányadik évad már. Most elmentek 8 rész után nyári szünetre, és most visszajöttek. Aha. Hát kiváló. Oda csaptak? Oda vágtak, gyerekek. Nagyon tekerik a szálakat. Nagyon jó. Még én most nagyon jó. Megnézném, hogy utoljára... Már nem értenéd. Sem tudját? Nem. Hát utoljára te azt láttad, hogy 83-ban rálőttek egy kabolykalapos Jockey Wingra egy toronyház előtt valahol. Aha, toronyóra előtt. Semmi nincs. Se toronyóra, semmi, nem. Itt már fiatal kavarások vannak. A mexikói hogy... drogkártel is mindenki más, úgyhogy ez már nagyon más. Nagyon más. Te emlékszel, az, hogyha most menne, akkor azt hiszem, hogy mindig all-time találkozókra megy. Igen. De nem, ez nagyon más. Ez nagyon más. Ez full modern. De nagyon jó. Meg van a Spielbergnek egy sorozata most. Az a Halle Berry játszik benne. Az is elég jó egyébként. Földön kívüli ejti teherbe a Halle Berryt. Visszajön az űrből. De miért kell ez egy földön kívüli? Hát más vállalni vállalkozott. Például még hát még házon belül is. A kezem. Gyönyörű az a nő. Igen, Halle Berry. Nagyon jó. Na, például nekem nem jön be. Hihetetlen genetika. Nem fogunk összeveszni. Na, hát ez igen, van. Bejön neked? Valahogy nekem majd nem. Az nem. A genetika. Úristen. Minden eredeti rajta. Igen, nem nagyon mutatják. Tehát ilyen szexis részek nincsenek benne. Igen, legalábbis egyébként. Nincs, hogy a földön de az megvan a megtermékenyítés, ahogy egy földön kívül megtermékenyíti Halle Berryt. Majd visszajön a földre, és itt a NASA, vagy a NASA, ugye ez a jövőben játszódik, és a NASA utó intézménye, az el akarja venni aha. ezt a kis gyereket a Halle Berrytől, aki ott mozgulódik elég aktívan a hasában. Ja, még nem szülte meg. Nem mondom el, most már vannak bonyodalmak. Ember alakú, vagy nem ember alakú? Ember alakú, meg... de nem ember. Aha. Mert megtörténik. Az aktust ezt mutatják? Mutatják. Amikor de ne, a űrruhában mondja, van, hogy ki kell, hogy ábrándítsanak. Akkor blecskozz meg a Branjo-mat. Sorry, Branjo? Sajnos űrruhában van a Halle Berry, úgyhogy... Akkor ott van vitalitás, ha az űrruhán is átudható. Elég hosszú van. Igen. Van mene. A kezénél tudtam, hogy még szűz vagy. Nem csak van mene kraft, vagyok. És akkor visszajön a földre, és itt, nem a Spielberg rendezte, a Spielberg az egyik producere, de hát ő azért nem magyar rossz dolgokhoz a nevét, és akkor elindul itt az élet-halál harc, és az egész a jövőben játszódik, brutál jó díszlettel, hihetetlen az egész. Csak egy rész jött el belőle, még csak a pilot? Tessék? Még csak egy rész jött le, vagy nem, meg 89 rész lent van már belőle, persze. Nem láttam. Extent az a címe hallottam. Egyébként. Igen? Igen. Na, az jó. Az úgyhogy jó. Úgyhogy igen. Jó. Úgyhogy vannak most megint jók. Most én ezt a Strain-t nézegettem, egész jó. A közepesnél jobb. Tehát nem nagyon jó, de a közepesnél jobb. Ez egy Guillermo del Toro féle vámpíros történet. Egész jó. Hogy meglepték, hogy vannak egész jó, vámpíros. De ez nem ez a klasszik, és akkor jönnek ilyen kosztümbe, és akkor mondják, láttam, ez Dracula vagyok, és elporladok a napon. Igen, nem ez a kategória, hanem ennyi egy fokkal durvább. Nem, két, három fokkal. Foly a vér. Tehát ott egyébként ez a klasszik. Klasszik történet, jön egy repülőgép, a repülőgépen egyelőre minden oké, aztán a repülőgép leszáll, és nem mozdul. Aha.
és utána próbálják meg felvenni vele a kapcsolatot, de sajnos a repülőgépen szinte mindenki halott. Hát ezt imádom már. Igen, és azt, valami vírus van, vagy zombik van? Azt hiszik, nem, vámpír. Ja, vámpír. Vámpír, de nem egy klasszik, tehát hogy nem egy ilyen klasszik menő. Hát például tud repülőgépet is vezetni, mert nyilván ő tette le. Nem tud, nem, még azt a pilóták tették le, ja. És akkor valami mocorog a csomagtérben. Aha. És akkor felmennek, és úgy tűnik, hogy mindenki halott, aztán kiderül, hogy nem. De később picit furákvá kezdenek válni azok, akik túlélték. Én nem is tudom, mikor láttam utána a vámpíros. A vámpírosokat annyira nem szeretem. Na, ez a zombi az jó, de ez a vámpír, utána a interjú vámpírra láttam a Brad Pitt-tel, meg a Tom Cruise-a. Hát az egy kicsit máskorról szólt, mint ez. De te vagy is vámpíros volt. Igen. Ha ilyen értelemben vámpír, akkor az én ott erre, én a vámpírosokat annyira nem szeretem. Hát pedig az egy nagyon jó film, mert nem is mondtad, hogy nem jó film, az egy nagyon jó film az interjú vámpírral, lesz is belőle remake most a közeljövőben. Én azt nagyon szerettem, nagyon működött. Nagyon működött. Igen. Ha, úgyhogy, de mindegy, vannak jó sorozatok. A Trónok harcát kérdezi valaki, hogy mikor lesz ötödik évad. Hát már előre veszük a kis. Meg kéne írni előbb a könyvet majd, igen. Hogy legyen miből forgatni ötödik évadot. Meg lassan úgyhogy... már nincs kikből a könyvet írni, mert mindenki kinyírja. Zero. De egyébként mondta is a rajongóknak, hogy ne is számítson senki könyörületre. Tehát, hogy mind nem érdekli, hogy ki szeret, kibe szerelmes, kivel élne együtt, kiért rajong. Nála ez koncepció. Tehát, hogy azt öl meg, akit akar, azt intézel, akit kicsit akar. Kicsit nagyképű, nem? Igen, hát fiam, a világ ura vagyok. Őszülte őket. Igen. Idézőben. Ahogy kinézi, és mindenkit meg akarnék ölni, és dühös lennék a világra. Mert igen. Hát egy ilyen 180 kilós nyak nélküli hosszúhajú ember, érted? Uh-huh. Megértem, hogy a karaktereit gyilkolja, ha már élőben nem tud, akkor legalább a karaktereit öli meg. Megérted, és... hogy miért van annyi prosti, meg kezdő, kasul, mászkáló, mesztelenő a sorozatban. Mert tehát... neki még életében igen. Nem sikerült, aha. Igen, tehát a sorozatban él ki minden. Na mindegy. Kérdezzétek el, hogy egy családfa kutatásra vettem rá magamat, és egy picit a családot is, mert hogy nézegettük nemrégiben a családi fotókat, és az egyik... Volt egy magas szőke. Volt a családok, most van a feleségemnek a családjába egy Károly bácsi nevű úriember, aki a nagypapának a testvére volt, és róla tudtuk, hogy sportoló az illető, illetve sportoló volt, mert hogy ilyen kis 20-as éveknek, 30-as éveknek megfelelő ilyen kis sportruházatban, ilyen klotgatjában, hónaig felhúzva, meg ilyen nagyon fura cipőkbe, meg stb. Pózolgatott itt-ott amat. És hát nézegetjük a fotókat, és a fotók egyikén másikán vannak feliratok is, és meg képes a formájában. És ott volt rajta volt a dátum, hogy hol készült, stb. És akkor elkezdtem így az interneten kutatgatni, hogy vajon maradt-e valami nyoma az ő sportpályafutásának, és hát először is ugye kiderült, az egyik fotóról ez egyébként már leolvasható is volt, hogy a Vasasban játszott, és az internetről kiderült, hogy meglehetősen sokat játszott a Vasasban, elég sok időn keresztül. Tudjuk? Labdarúgás. Foci. Labdarúgás. Aha. Labdarúgásról van szó alapvetően, és 6 vagy 7 évadot húzott le a Vasasban. Aztán kiderült, hogy nem csak a Vasasban játszott, mert az egyik fotón azt láttam, hogy egy számomra teljesen ismeretlen sportegyesületnek az emblémája van. Kiderült, hogy egy olasz labdarúgó klubról van szó. Az öreg hogy nyomta? Igen, hogy a Vasas után kiugrott egy kicsit játszani az olasz harmadosztályba is, és egész jó volt, hogy nem is küldött egy ilyen képeslapot. A képeslapnak az egyik oldalán ő volt nagyon szerényen. A csapatnak a mezében, a másik oldalon meg üdvözlet ugye a családtagoknak. Pénzt nem küldött. Jó, ez is jó volt. Aztán tovább kutatgattam az interneten, és találtam egy nagyon fura mondatot, mégpedig azt, hogy és innentől kezdve válik szerintem izgalmassá a dolog, és majd megnézzük, hogy mi igaz a dologból, hogy megváltoztatta a nevét az úriember, és a 30-as években egy olyan viszonylag kevés ismert csapatnak a tagja lett, amit úgy hívnak, hogy Real Madrid. És nagyon érdekes a dolog, mert lehet, hogy kamu, tehát hogy lehet, hogy nem igaz, mert az olaszországi szálig ez tökéletesen igaz, ott van róla a fotó, ott van a mez a papán, és gyakorlatilag teljesen hiteles az egész. De állítólag megváltoztat nevét, és Guillermo Kelemen néven játszott a Reálban egy évadon keresztül, ahol 12 meccsen 10 gólt rugott, és a polgárháború előtt a csapattal kupagyőztes lett a Barca ellen. És az a durva egyébként, hogy a Reálnak a stadionjában a nemzetekre lebontva vannak dicsőségfalak. És van egy ilyen magyar dicsőségfal is, és
és ott van a kellemen név. És ott van a kellemen név, és arra érdekes a dolog, most ennek próbálunk meg utána járni. Nem lehet, ez öreg van, hogy hamisító volt. És ez simán lehet, benne van a pakli. Ismer van családod. Nem lehet, ez öreg, hogy simliskedik egy kicsit a szemben, behamisított valamit, érted, hogy felkerüljön arra a táblóra. Igen, beszökött, és oda hamisította a nevét, a fényképet. Csak ezt a labdarúgó internetes ilyen kis, hogy hívják ott, ilyen kis adatbázis, nem, ő már nem nagyon csinálhatta, mert elég régen elment, és ott meg szerepel ez a két mondat, hogy ő megváltoztatta a nevét, és ez a nevvel játszott állítólag a Reálba. Nem biztos, hogy igaz. De most azon vagyunk, hogy ezt kiderítsük, mert azért nem lenne rossz, egy hogyha kiderülne. Hát viszonylag kevesen voltak magyarok a Reálban, úgyhogy... Ha meg akkor ezzel adásból, mindenből akkor bepereljük a Reál gyereket, hát, azt csöngessenek szépen. Tehát, így van, meg hol van a páholyunk? Hát egyrészt hol a páholy kettő? Hol vannak az ingyeink? Mezeladás, stb. Megtérdeltetjük őket kicsit. Két ügyért, de neki megyünk a Real Madridnak. Hát egy, és kipereljük őket a gatyájukba. És az éremet is, kupagyőztes volt. Szerintem az érem. Menni fog. Kicsit, de ellát azért itt csepegtessenek. Nem? Igen. Én végigviszem szívesen. Sikerdíjat dolgozom, de abszolút. Abszolút. Számítok is rá. És hibbenem, hogy az angol tudásodra érted. Abszolút megfogható vagyok. Dear President. Úgyhogy nagyon kell ez. De izgalmasan hangzik egyébként a történet. Oda a polgárháború előtti utolsó kupáról van szó, utána ott komoly dolgok történtek az országban, szomorú dolgok, de hogy előtte is ott volt abban a csapatban. Tényleg egy Guillermo Kellemen nevű úriember. Azt nem tudom, hogy minek kellett megváltoztatni a nevét, hogy egyébként tök jó hangzó Olaszországban Carlo Kellhen néven futott az öreg. Hát kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz belőle. Richeli azt írja, hogy Jani és Roberto Carlos testvérek, tudtam. Igaz? Látszik egyébként. Magasság és a hajszerkezet is, minden. A labdakezelés főleg ugyanaz. Egyébként tényleg. De nagyon be vagyunk sózva miatt, mondom, se kell. Tök durva ennek időre, Roberto Carlos a testvéred valami. Igen. A nagybátyja. Roberto Carlos a Móni, igen, a Móni testvére, és vagy a nagybátyád, vagy valahogy így a családhoz hozzátartozik. Akkor őt is bepereljük. Hát mert eltagadta a rokonságot, ugye? Rokonsági eltagadás, letagadás, hazudás. Tisztelt bíróság, hazudás jogcímben azonnal bepereljük. Hazudol. Vagyon letagadása. Hazudol Károly. Igen. Hazudol Károly. Vagyon eltagadása. Szegény sorsba döntés. És egyszer se jött család látogatásra, miközben tudjuk, hogy járt Magyarországon, hiszen neki egyébként elég komoly kézzelfogható nyomásul egy kisfiú formájában. Hát, hogy azt be se csöngetett. De mekkora paraszt vagy, öcsém? Itt vagyunk. Hallod? Jó, de most komolyan a vidéki rokonokat már. Úgyhogy nem mindegy, mondom, hogy tényleg egy picit azért be vagyunk sózva a dolog miatt, ha másért nem, akkor, hogy így tisztázok ezt a dolgot. Arra érdekes, mert hogy elől a Guillermo Kellemenről nem találtam gyakorlatilag semmit, és azért valljuk be őszintén, elég fura az, hogy van egy olyan kvalitású játékos, aki 12 meccsen 10-et rúg a spanyol bajnokságban, és se előtte, se utána nem találsz róla semmit. Megunta, figyelj, csúcsra járatta a focit a lábában. Oda ment egy évig, kiégett, lőtt egy párat, azt mondta, hogy gyerekek, ez is megvolt. Párat. Lőttünk 12 meccsen 10-et. Magyar labdarúgó válogatott, nem lát ennyit 10 évvel. Szögre akasztotta a cipőt, és elment krikettezni. vagy valahova. És aztán egyébként ez is megint egy teljesen tisztes, egyértelmes, hiteles vonal, aztán hazajött, és még a Kispestben levezetett. De... Többet mint a Del Piero vezetett volna le a Kispestben? Aha, igen, de ő alá is írt. De ő végül nem a Delhi Dinamót választotta, hanem a Kispestet. Úgyhogy jól mondom, ilyen kis izgalmas dologban vagyunk benne. És most lázban ég a család, hogy mit lehet ebből kihozni? Persze. Hát vicces. Csak a lóvé. Yeah. Gyerekek, rá kell menni, muszáj. Figyelj, ott most, van. Akkor csak a Királyi Klub, elégítjük az összes barcás mezt otthon. Ott valahol van. Valami zárolt bankszámla, amit meg kell találni, ami olasz bankba. Dicsőség is jó dolog, de a pénz van benne, én rajta vagyok. Ez jó. Mindenképpen jó. Csak van legalább egy oklevél, egy kupa valahol. Hát csak. De vegyél egy labdát, Decazo 3-at a Móni, hát ha még el tud indítani valamilyen ilyen szenior kupába, hát ha van nyerdő és valami labdaérzéket, nem? De ez a Móni ágáról valaki, igen, nem? Így van. Azért mondom, hát labdát a Móninak. Fejelje vissza, gyakázzon párat, hát mi van, ha egy zseni, érted? Hát simán. Hát simán, a 40 pluszba, vagy nem tudom, U40-be elindítjuk világbajnokságot. U40-be, belökjük a VB-re, lehet olyan gólokat lőne Móni, érted? Fahol zeljönszék át, korábban a 2 dekásra is elég jó bánt, meg most a 10 dekásra. Azért mondom, labdát neki irány a Decathlon. Egy labda. Deka. Aztán ide. Ott akaszd le a labdát, dekázott. Igen, szereóban, hogy magamhoz szólok. Egyszerűsünk rá, mert akkor, mert az a baj, hogy külön-külön ütünk rá, akkor először neked megy a rajta. Nekem most jó. Most vagyok monóba, tehát most üssem még egyszer. Igen. Most.
Most jó. Na, szép gyerekek, ütni kell a pultot, hogy szájába szóljon. Távkapcsoló. Touchpad. Na, úgyhogy ez van. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És próbálgatod a Mónit így álmában ébrezgetni és olaszul hozzászólni, hogy esetleg álmában beszéli az olasz nyelvet? Igen, de a Francesco-ra még nem hallgat. Nem volt egy bond, ráköszönt egy buongiorno éjszaka, és akkor valamit fölkeltett, ráüvöltött egy bon appetito, és akkor így hirtelen nem beszéli titkon tudat alatt az olasz nyelvet? Hát, érted? Hát mi van, ha el, de utána meg a spanyolt is próbált ki, mert ugye ment tovább az öreg is. Igen. Hát igen. Már csak tudnám, hogy Los Labdos, passos ide. Buenos tardes, az a jó éjszakát. Buenos tardes? Igen. Na, azt így mondd neki, hogy az olá az a szigány, és akkor így Buenos Tardes. Olá. Mindenkinek olával köszönnek, de az 50 éves, a 20-nak, a 20, a 70-nek, ott gyerekek, mindenki olázik. Mondd ezt be neki, hátha. Érted, mi van, ő is beavatott. Ha hangosan mondod éjszaka, biztos, hogy reagál. Olá! Mi van, két élete van, és csak te vagy kihagyva az örökségből. Az is lehet. Érted? Ezzel se lepődnék meg. Néha elutazik Olaszországba, elmegy egy hosszú hétvégére, habzsidőzsi, mizé, Lamborghini, minden, aztán visszajön, és eljátsza itt veled, hogy izé. Aztán közben csak te vagy kirakva az örökségbe. A stadionban. Amit kiad, és jön belőle a pénz, mert ő nem megy el a meccsre. Hát, járjál ennek utána. Tudod, hogy mi lehet ilyenkor, amikor te benn vagy a rádióban? Igen. Egyébként lehet benne valami. Hát a gyereket milyen szépen öltöztetél, meg hogy nézek? Hát, igen. És mi van, ha Móni rájön, hogy ott akar élni a szülőföldjén? Akkor mentek Olaszországba? Hanem várja, mert most már egy kicsit azért kezd szétesni a sztori. Akkor a sikerei. Ja, ő csak kiment. Ő mindenek Bilgyura, a Kőbányán született, ott is nőtt fel. Uh-huh. Vannak jó példák, de most Lőrincen lakik. Tehát a papa nem digó. Nem, sőt, nem, hogy nem digó, hanem német származású család. Tehát német, aki igen. Magyarországon van, de Olaszországon lukta bőrt. És igen. Nem bírt a fenekén ülni az öreg. Nem, volt egy ilyen szobában ülni. Baj volt a füle mögött, lehet, hogy nem is kéne bolygatni ezt a sztorit. Kiderül, hogy komoly adócsalás kiment Olaszországba. Aki olyan cuccokat felmert venni, például a hónaigérő. Vagy hívják ott Klótgatját, az mindenre képes volt. Na jó, hát azért ezt érdemes kideríteni. Hogy mi lehet itt. Mondom. Majd megkérem a Szőlősi Gyurit, hogy nézzen utána a dolog. Ő nagyon ott van ezekben a reálos magyarokban. Hát, ha írna róla is egy könyvet. Mint Orbán Viktorról? Nem, mint Puskács Estidő. Ja. Róla szívesen írna. Valamely, de én tökre örülnék, hogy nekünk is lenne egy stadionunk valamelyik csúton. Hát még ott van. Hát még van a másik. Hát még az Arborétum mellett ott van alcsút. Így van. Oda még tudsz építeni. És mi a Vadon János stadion? Nem, hát az öreg. Hogy szétromboljátok a sztorit, az pici kis valóság tartalma is. Nem. Ez Kelemen alias Kelhen stadion. Kelemen, Ancelotti, Carlos, van. Don Amigos. És van zenekar is a Kelemen kabátban. Igen, hogy hívják osz. Hogy hívják osz, igen. Havajos Pinzos. Na jó. Jó van. Meglátjuk, amikor ha van fejleménye, mindenképpen jelzem nektek. Van egy nagyon kedves újságíró ismerősöm, neki már átküldtem 2 héttel ezelőtt. És de majd leválaszolni fogja, sok dolga van. Mit küldtél át? Van egy újságíró ismerősöm az NS-nél, Nemzeti Sportnál, és akkor megkértem őt, hogy segítsen már ebben a dologban. Ja. Nagyon idegen, hogy a sztori ezek igen, érzi, hogy érzi. Nyissa ki az olasz archívumot. Így van, nyissa ki, fújja le a bédekerekről a port, és hogy nem, neki van egy kispesti vonala, és akkor majd azon keresztül. Aha. Esetleg. Mondom, az na, a furcsa az egész sztoriban, hogy beírjátok a nevet az internetre, és egy ilyen kvalitású játékosnak, mint ez a Guillermo Kelemen, gyakorlatilag semmi nyoma nincsen fent a reáloson kívül. Meg csak meg leírják, hogy igen, volt egy ilyen magyar nevű, illetve egy ilyen nevű játékos. Figyelj, én találtam Facebook oldalt, tehát lehet, hogy az öreg azért még megcsált a kaputemet, és nem. Én már azt hittem meg Facebook. Tényleg? Igen. Guillermo Kelemen, ott van a Facebook oldalon. És találtam képtalálatokat is. A Twitteren is van az öreg, úgyhogy figyelj, szerintem... Öcsi sajt. Aha. Guillermo, így hívják? Aha, így van. Ott van a Facebookon, ott van a Twitteren, csak mondom. Ő az? Aha, ő az. nem szép, hogy tehetséges. Jó, mert mondom. Tehát, hogy többféle helyen ott van. És valami mexikói közösségi oldalon is fenn van. Tehát, hogy... Meglátjuk. Na, mexikói közösségi oldal. Oda menekül. Ott is játsza. Hallod? Lehet, hogy kicsit a Los Zetas-ba is belépett még a végén. De durva. Na, mindegy. Mert azt tudtam, hogy apám jön, hogy bánya szólt, volt Chilében. Igen. Figyelj, nagy játékos az öreg, vigyázni kell vele.
Jó, hogy állunk játék a 2-2? Bizony. Ja. Ajjaj, ez nagyon kiérezett. Stabilizáltad a hallgatók formáját tegnap. Igen, sikerült elintézzem, hogy véletlenül se tudjuk megnyerni a hetet. Na mindegy, aki érez magában erőt, jelentkezz a játékra. Jó, SMS számunk változatlan, lehet írni nekünk, hogy ki az, aki játszana velünk, mi pedig jövünk a hírek után. 6 perc, ne kopogjál már! Gyere be, ne kopogj! Gyere be, hát itt kopogsz. Fény, egy kis kopogtató bogár. Majd már nem hallottátok, hogy füles volt, tehát kopog. Megint kopogott, hogy így megint kopog. Tudom, miért kopogsz. Nem néz oda, de én láttam, hogy miért kopogsz, én megőrülök a kopogástól. Majd dobálok ilyen tollakat mindenkinek. Ki merre nézzem? Mi a nézés irány? Lőj fel egy piros rakétát. Azt kéne egyébként, vagy villogjál. Na gyerekek, 5 perc, pontosan 7 óra. Itt vagyunk, Trafi Győrzámon jön az étterem előtt, ezt Hici küldte nekünk, valamint Hegyeshalom Kishatárnál hatalmas torlódás, aki tudja, kerüljön. Jaj, gyerekek. Ajjaj. Jól van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Hello. Hello, Fecó. Fecó, mit csinálsz? Igazából ügyeletben vagyunk, itt az erdőbe. Na. Tatarák vagyunk. Húha. Igen, már reggel 3 óta itt kim vagyunk. Kellemes az idő. De mit csináltok, vagy mit kell őrizni? Őtér, ugye, őrizzük a lőteret, hogy az emberek esetlegesen nem menjenek be a civilek, mert lőgyakorlat lesz. Ja, azt hittem azért, hogy ne lopják ki, mert akarom, ki a fene akar ellopni a lőteret. Ára mindig van gomba. Igen. Hallottad ezt a pukkanást? Biztos vanásznak. De ti hivatásos katonák vagytok? Szerződéses. Aha, ez a jó szó, szerződéses. És miért választottátok ezt? Hát nem tudom, nekem hogy mindig is tetszett ez a militarista dolog, de egyébként én főzök katonaságnál, úgyhogy... Főzöl. Szakács vagy, és akkor kivezényelnek lőteret őrizni. Persze, gyerekek, szolgálat. Szerződéses, nem szerződéses, és semmi nem változik a honvédségnél, nem? Szakács, hogy na, fogd, azt menjél ki, őriz a lőteret, mert 8-tól lőgyakorlat. Nem álmasztál, ott valaki átsétál a lőgyakorlatot. Ez nagyon szép, mint a régi szép idők. És mióta vagy hivatásos? Szerződéses. Hát még viszonylag új vagyok igazából. Olyan 2-3 hónapja. Ó, hát akkor azért őrzöltem egy lőteret. Majd már néhány éve leszel, akkor már ki se teszed a lábodat. A kantinból. Van még ilyen, hogy kantin? Persze, hogy van. Oda járnak kávézni. De jó. És ugyanúgy megvannak a kopaszok, meg megvannak az idősebbek, meg a bakák. Persze, de most már annyira azért nem megy ez a dolog. Aha. Hát azt gondolom, hogy ez már nincs, az már a sorkatonaság utolsó részében volt, hogy mit tudom én, fogkefével kellett a fajanszot sikálni 9 hónapon keresztül, meg futkosorra menni, tehát az már akkor se volt. Hát 3 hónapos alkiképzés nem volt egy leányálom, de... Aha. Lőttetek? Persze, ott minden. 6-ot. Mennyit? 6-ot vagy 9-et? Na csak kíváncsiságban, hogy mennyit változott a honvédség így az elmúlt 10 évhez képest, hogy ha valaki szerződéses, akkor mennyit lőhet? Tehát volt egy kiképzés, oké, mennyiszer volt puska a kezed, vagy hányszor? Hát igazából ott nagyon sokszor alapkiképzésen, nagyon hűre sokat nem lőttünk, meg voltak a kiterzőlő gyakorlatok. Vald be őszintén, mi lőttél semennyit, viszont nagyon komoly kézitus a kiképzést kaptál. Igen. A puskával. Igen. De tényleg azért, de lőttetek valamennyit? Persze. Aha. Szépen kirúgatunk téged, itt ilyeneket kérdezünk. Nem is egy nap folyamatosan, vagy hetekig lőhettetek, vagy mennyit? Nem, hát úgy van, hogy havonta volt ilyen lőgyakorlatok, és akkor akkor tehát volt. Tehát havonta egyszer. Havonta egyszer kimehettél és lőhettél 5-öt? Nem, hát ilyenkor egy hétig ment a dolog, és akkor úgy... Egy hétig. Többet azért. Egy hét, egy tár. Volt-e, hogy előttél egy teljes tárat mondjuk? Volt. Amin. De sorozatban lehetett állítani, vagy csak egy esélyen. Véletlen egyes lövésnél lőtt el az összeset. Figyeljetek, én nem voltam... Volt régen ilyen happy shooting, és akkor el lehetett pufogtatni a maradék lőt. Happy shooting, de jó. Ez nagyon jó kifejezés. Nem lehet happy finish. Az nagyon menő. Nekem volt a bátyám katona, még egy évet volt, ő azt hiszem tényleg 9 lőszert lőhetett el, és mondták, hogy jó, akkor most már tudod használni, tedd le, aztán mennyi a kantinba, így de csak azért volt egy évig, mert beszorult egy lőszer az AK-jába, és mondták neki, addig innen nem tűnsz előreg, amíg 9 lőszert, azt a szar. Amíg el nem számolsz vele. Bizonyám.
Na jól van, kivel szeretnél játszani? Ferivel. Ferivel? Jól van. Jól van. Kettő jelen pillanatban, ugye? Így állunk. Ugye? Kettő. Jó, oké, indítjuk az órát akkor. Jó, 3-2-1. Ja, bocs, Jani. Ja, bocs, nem. 3-2-1. A Ferit szereted, vagy jó a fecó? Fecót. Csak a fecót. Most az őrzés után mész főzni? Igazából utána megyek majd haza valószínűleg, mert a munka végén. Haza lehet járni? Haza. Megleptél. Azt hittem, benn kell aludnatok. Hát én hazajáros vagyok, igazából kocsival járok. Utálok bent aludni, úgyhogy... Van gulyás egy útok? Van. És használni már kellett? Még nem kellett. Még nem kell. Ó, hát észre sem vettem, éppen hát olvastam. Hát igen, hogy sajnáljuk! Kihozta a hetet, Éj, de szép volt. Olyan rövid ez a taps. Igen, de azt nézem, hogy nincs valami hosszú, egy kicsit. Mert én is egy picit benne voltam, biztos az. Van itt minden, gyerekek. Erre alszok, köszönjük szépen. Van itt minden. Feri, hát ez nem... Egyébként nem volt rossz, nem volt már túl sok. Nem volt túl sok. Hát már egy év azért próbálkoztam, mondom, hát, ha sikerült bejutni a játékba, de... Sok nem sikerült megnyerni. Nem lett. Egy éve minden reggel írtál SMS-t? Hát, sokszor. Uh-huh. Hát ez, látod, most jött össze. Feri, köszi játékot, sajnáljuk, hát nem ment. De ügyes voltál. Egyébként vigasztaljon a tudat, hogy egészen jól játszottál. Sokkal jobban, mint én hónapok óta, úgyhogy én bárcsak eddig bírnám egy játékban már így az elmúlt néhány hónapban. Köszi a játékot. Köszi, hello. Hello, ciao. Kicsit elkeseredett a végére. Hát próbáltam menetartani elkön. Hazudtam mindent, hogy jól játszok. Évig minden nap írsz SMS-t, végre bejutsz és kis kikapsz. Isten mentsen azok, akik most bemennek a lőtérre, biztos, hogy sokkal keményebb lesz az ellenőrzés. Ott most... Senki sem a földre, állj! Végbék! Ja, a főnöked vagyok, te hülye, engedj be. Nem! Hát igen. Az már kimutatja, itt mindenki ilyen ruhában van. Jó van, gyerekek, hoztuk a hetet, nagyon hoztuk. Örülök, hogy hozzá tudtam járulni a hét sikeréhez. Köszönjük. Én örülök, hogy ez egy közös csata volt, és ezt egy együtt... Bocsát, mivel járultál? Azzal az egy szemjátékommal tegnap. Ez egy csapatjáték. Nem ja, azt kell nézni, hogy ki milyen eredményt tett bele, hanem a végeredményt kell nézni. Nem is ketten felé, hiszen ez egy háromfős csapat. Nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a csapatnak, és nagyon büszke vagyok rátok, de leginkább saját magamra, hogy ezt az eredményt újra tudtuk hozni, és megnyertük a hetet. Mind a hárman nagyon sokat tettünk ennek érdekében. Leginkább én tegnap. A siker közös, a bukás a miénk. Igen. Úgyhogy megvan a hét, gyerek. Tök jó. 3-2. Ez nagyon jó. Igen, és képzeld el, ha te nem vagy tegnap, akkor nincs két pontja a hallgatóknak. Tehát mennyire rosszul érezték volna magukat a 4-1-jel. Azt hiszik, hogy ez tudod, így jövök, és akkor vesztek. Nem tudják, hogy az orruknál fogva vannak vezetve. Hogy jövök, megbeszéljük, direkt elvesztek, 2-2, megcsillan a reménysugár, jövesz, beütöd a szöget, 3-2, megint. Tehát olyan szinten cibáljuk őket így egy sötét szobába az orruknál fogva, hogy érted? Hihetetlen. Azt sem tudják, hogy mi van. Tegnap ott volt a remény, ott volt majd ma. Jó, Feri, játsz egyet, intézd el. Feri, 5, paf, Engi, 3. Aranyosak, helyesek, de helyesek, annyira nagyon jó. Helyesek, küzdenek, jelentkeznek játékra, és nézd meg, hát megint mi lett a vége, hát persze, hogy mi nyertünk. 7 óra múlt pontosan 2 perccel, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 17 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, a hét utolsó napja, gyerekek. Hát így, hogy tegnap indult a hetem, ez ugyan, igaz? Jó, mi? Komolyan mondom, a két hogy... napos munkahét. Ki ott ez a hülye, aki ezt így találta, hogy hétfőn kell indítani, és pénteken abba hagyni, ez a csütörtökön indított, pénteken abba hagyod, ez nagyon baráti. Most irigykednek rá a svédek, ilyen még náluk sincsen. Engem. Megcsináltam a kis zapkásámat. Igen, látjuk. Egy valaki? Egy falatot? Nem. Gusztusos lett, mint mindig. Tudod, mi beáztatja? Meleg vízbe, érted? Következő az, mert nagyon spéci. A zabot fölöntöm forró vízzel. Ugye ez az automatából jön, nem tudom, kétes eredetű a víz, de mindegy, most ez nem szemet hogy de forró, csíramentes. De csíramentes forró víz. Hagyom ázni 80 fokos vízben, amíg el nem tűnik az összes víz, megint ráöntök egy kis meleg vízet. A 80 fokon nyelven mire? Hát, igen. Éget. A 100 fok az már rotyog, az alatt van egy kicsit. És amikor a második adag vizet is beszívta, akkor egy kicsi hideg tejjel meglocsolom. Sajnos állati eredetű, de nem tudok ezzel mit csinálni, az nem annyira egészséges.
majd pedig némi fahéjjal ídesítem. Gyerekek, ezt megkóstolnátok, ne azt mondjátok, hogy... Hogy Bali tudsz. Bali tudsz, tudod te. Figyelj csak, én némi almát is hoztam hozzá, csak nincs még almareszelőm, úgyhogy ezt nem tudom belereszelni, és valaki lenyúgta a mézemet. Késsel szépen aprót tudod vágni az almát, ez jó, de tudod, mit mi így is hiszünk neked, hogy ez nagyon finom, hogy nem kóstoljuk meg. Most teljesen natur, mert nincs benne némi méz sem, mert ellopták a mézemet is. Nem, hát ezt nem ellopták, az konkrétan elfogyott. Tehát, hogy nem fogva ellopták, mindegy. Érted? Keltsük a pánikot. Hogy mi tegnap még volt? Hát annyi, amennyit tegnap egettél. Te pont az alján volt. Igen, abból még egy iskolás kapar. Csoport, az még megkelte volna az uzsonnát. Az igen, de te nem. Mert egyébként meg ha nem köztudod, Balázs, hogy csak elmondanám, hogy több mézet fogyaszt, mint egy méh királynő. Tehát, hogy önt jó, a szájába. De vagy fel az megszólás között. Jó, igen, ebbe is van. De nagyon szép a politúr nálad. Nagyon igényes az asztalot. Nagyon jól néz ki. Figyelj, Feri, mostanában nagyon sokat formálódott így fizikailag. Reszeld le a hasfalán. Hát azért oda még várni kell egy kicsi gyerekek, de hú. Hát ha. Ma azért ebben, hogy nincs egy kis édesítő vagy méz, vagy valami, az nem annyira. Azért az úgy nem annyira ügy. Van nátcukor. Az se rossz. Barna nátcukor. Aha, barna. Tudom, láttam. Az... Az nem nátcukor, nem? Csak egy kicsit. Kicsit az ilyen színezve. Igen, finomított, sima fehér cukor, meg karamellizálva. Kecsketej nem jó hozzá. Mert az van nekünk? Van ennál, hogy a kulacsodban van egy hátul az alfában. Mert akkor hozok. Van a kulacsodban? Jó, nem jó lenne kecsketeljel, zab. Van a vibriketben? Tényleg, mi van a bögréddel? Lezárult. Senki nem foglalkozik, ott áll, ott árválkodik, egy üzenet, semmi? Egy anyázás, semmi nincs rajta. Nem is figyelem már, egy ideig rá voltam kattamba, vagy egy ideig, de most már nem nagyon néztem. Most néztem az elhalálozási híreket, hogy hát ha ott volt. Nincsen? Nem írnak, nem, semmi? Nem. Ki írna le? Te szabadságon voltál. Ennyi. Az, hogy az én írásomat megismeri. Hát, igen, ráadásul. Én ehhez túl szépen írok, mint aki azt ráírta. Tehát ez valami szépen író férfi vagy nő lehetett. Szépen rajzolsz, mert amit te csinálsz, az nem írás, az rajzol. Egy nyomorult üzenet se, hogy hello, szia, mi van, kicsi, nagy, semmi? Semmi. Kicsi, nagy. Mi van? Ez behalt ez a sztori, ez nekem nem tetszik. Annyira kemény volt a vége a János utolsó üzenetének, hogy ott azt megrettensz. De mi volt az utolsó? Mit írtál? Írtál valamit, hogy menj át a csúnyád a két lábad közt? És egy rohadt ír, semmi, egy hello, hát, egy szia. Hát, hogy rátalált az igazi útra. Hát, figyelj, nem csodálkozom rajta, érted? Mutattam neki egy irányt, mutattam neki egy kaput, bement a kapun, és azóta, érted? Az van, kézi munkahegyek. Hát ez fura. Jobb, mint velem szórakozni, érted? Azt hittem, ebből úgy jobb kialakul egy valami. Pöccsel, mint egy kis pöccsel. Lebuktatjuk, bekamerázzuk a szobát, követjük majd, hogy ki volt. Ez olyan furán elhalt, bennem van egyfajta hiányérzet. Ennyi. Na mindegy. Még ezt gördítetted volna. Mi? Én láttam ebben azért egyfajta. Egy ideig én nevettünk minden, de a végén már elment azért az élesbe. Tehát ez az ezzel játszál, leírom, na mi van, mi, semmi, vagy... Mit írt rá, ugye mély, mi van, semmi, igen, tudod, izé, kissivel játszál, nagyja játszál, tehát az végén azért ez már elég éles volt. Elég éles volt. De akkor az elhalt. Vagy kirúgták az illetőt. Ho-ho! Érdekes összefüggések ezek. Csak írnék egy SMS-t. Aha. Érted. Na mindegy. Már nincs itt. Na, gyorsan közlekedési hírekkel megyünk tovább. Szobvác, vonalon Vác, Alsóváros megállóban szolgálatkész lett a mozdony. Óriási késések, váratok, mert sokáig nincs váltó, csak így egy vágány használható. Ez mit jelenti, megállt a mozdony, nem megy se, és akkor nem tudnak... Se, erre, se arra. Egyébként ez tényleg meg valamikor így a mozdonyvezető azt hisz, hogy kihajol így oldalt, és kiúrjant egy nagyot, hogy se előre, se átra! És ott vége. És látod, hogy kirúgnak a munkahelyedről. Szegény mávval közlekedőket. Én komolyan mondom, én kevés emberrel tudok ennyire együtt érezni, mint azokkal, akik mávval mennek. Szóval, hogy ekkora kicseszést mindenkivel, aki mávozik, hogy komolyan mondom, hogy nem tudod az órát sem megmondani, hogy mikor érsz be. Tehát nem arról az, hogy a percet megmond, hogy hányra lesz ebben a munkahelyedre, hány embertől kérdezik meg, hogy holnap majd ide érsz időben, és nem tudod azt mondani, hogy hát 8-10 helyett lehet, hogy 8-30, ki tudja? Ki a fene tudja? Igen, legfeljebb annyit tudok mondani, hogy holnap jövök. Igen, 9:30. Hát amikor a máv úgy gondolja, hogy mondjuk bevisz. Figyelj, te annyit beszélsz a karmáról, hogy de az hogy van, hogy ennyi embernek ugyanaz a karmája? A máv? Igen. Hát ezt nem hogy, tudom. Hogy mit csináltak az előző életükben, és miért mindannyian csinálták? Mindannyian ott voltak Mohácsban. De nem is a területfüggő is, mert például érted, a Balatonra járó vonatok, azok jó mennek. Most még van turista szezon, most megy hétvég. Igen. De Vácról, tehát a váciak mit követtek el? Valami kollektív bűn van. Nem tudom. Szobvác Budapest. Tényleg, mi lehetett az? Mert ugye emlékszünk, hogy ott van a Carpenter féle klasszikus horrorfilm, a Köd, ott legalább tudjuk, hogy a hajóroncsot azt kirabolták a helyiek, és abból építették fel a településüket, és azért jöttek vissza a szétrohadt kalózok. De hogy a váciak mit csináltak?
Igen, ez egy érdekes dolog, nem tudom. Na mindegy. Gyerekek, nyomulnak az oroszok, és ez mindig érdekes, ugye abból a szempontból, hogy itt szerintem szépen lassan csendben háború van egyébként, és erről még senki nem beszél. A NATO hallgat, az ENSZ fönnszólítgat, az Unió azt mondja, hogy eljelj, nem kellene ez. Vannak bent, azt mondja, egyik azt mondja, vannak igen, bent, az ukránok azt mondják, hogy nincsenek megindultak bent. Az oroszok azt mondják, hogy nem indultak meg, közben ugye a kamionokról azt mondják, hogy ez egyfajta orosz invázió előkészítése volt, ez a 200 fehér kamion, amiről azt mondták, hogy ez csak segélyszállítmány, hogy nem, azok most ott megérkeztek, aztán utána elindultak ott is az oroszok. Több ment be, mint amennyit egyébként előre megbeszéltek. Igen, gyengül a forint, esik a tőzs, de ez megint nagyon érdekes. Így van. Ez az élethelyzet, mindenkit besoroznak Ukrajnába. Norbi megy a tőzsdére. Hát, mi Afrikában. Szóval, hogy válságos a helyzet, csak azt akarom ma. Mindenesetre a dolog érdekes, úgyhogy felhívjuk a mi biztonságpolitikai szakértőnket, csak hogy mondjon gyorsan nekünk három mondatot erről, azért gyorsan, mert hogy ő 7:30 már valahol máshol nyilatkozik. Gyerekek, nagyon menő az űrge. Hát a legmenőbb. Szétszedik a nagyon, csábot. Nagyon viszik szétszedik. Az űrgét. Hát ez nagyon menő. Ez nem kevés. De kitett belőle nagy embert? Tényleg kicsinált belőle igazi médiasztárt? Hát na mindegy. A tudása. Az a sok rohadt év az egyetemi padokból. 7:30 itt, utána már, ha minden igaz, az M1-en. Mr. Nógrádi, itt van velünk újra. Jó reggelt kívánunk. Hello. Szevasztok. Eddig egy gyönyörű hölgy hívott, látom, romlott a színvonal. Rendben. Na, hívott ő is, beszéltél vele is. Na, tegnap én több fórumot is elolvastam, meg internetes újságot, ellentmondóak a hírek, én nem tudom, mi van. Az oroszok azt mondják, nem mentek, az ukránok azt mondják, az oroszok bent vannak. Mi történik? Hát egyrészt mind a két fél fantasztikus ügyesen hazudik. Másrészt a Donyecki úgynevezett népköztársaság miniszterelnöke kiállt tegnap, és közölte, hogy 3000 orosz harcol az ő soraiban. Ettől kezdve bomba robbad. Tegnap előtt Moszkvában az orosz külügyminisztérium közölte mindenkivel, hogy a válság a megoldás felé megy. A Poroshenko előterjesztette béke tervét, abban a pillanatban, hogy ez az ember bejelentette, hogy 3000 orosz harcol, minden borult. Na most az illető vagy nem normális, vagy pedig egy provokátor. Az amerikai elnök bejelentette, hogy elmegy Észtországba, azonnali hadgyakorlatot csinál. A NATO a keleti területeken a Poroshenko lemondta a törökországi útját, fegyvert kért az Európai Uniótól, tudhatná, hogy az Európai Unió nem ad fegyvert. Összehívták az EBSZ, az ENSZ, a NATO minden létező szervezet rendkívüli közgyűlését, a biztonsági tanácsait is, és rohanunk bele a hidegháborúba. Ez nagyon kemény. De hogy nem lehet ezt műhold felvételekről megállapítani, hogy bent vannak az oroszok, vagy nem? Hát ma azért hogy a modern technikával... Hogy, nem is értem. Hogy lehet az, hogy tegnapig senki nem hozott elő műhold felvételeket, tegnaptól már mindenki előveszi a műhold felvételeket, hogy itt jönnek az oroszok. De akkor elvileg erről tudtak, csak nem hozták nyilvánosságra? Vagy pedig ezeket a felvételeket, elnézést kérek, mondjuk úgy nem mondom, hogy hamisították, mert ez csúnya. Tehát jelenleg ez a nyilatkozás, hogy 3000 orosz ott van, ez azt jelentett, hogy lehet egy jót belerúgni az oroszokba. A Rasmussen NATO főtitkár már nyilatkozott, tehát máshogy fogalmazva a stratégiai cél, és ez a lényeg az amerikai esetében az, hogy azonnal hozunk újabb szankciókat Oroszország ellen, mert ezek a szankciók Oroszországot és az Európai Uniót sújtják. A Merkel az egyetlen, aki azonnal fölhívta a Putyin, és a Merkel az egyetlen, aki azt mondta, hogy a szankciók csak az utolsó lépést jelentetik, mert ezen nem csak Oroszország bukik, hanem Európa is. Itt kezdődnek a komoly problémák. Máshogy fogalmazva, Európa jelentős része nem akar Oroszországgal szembe kerülni. A spanyolok, portugálok pár órával ezelőtt kértek jóvátételt a kiesett javaikért. A lengyel export zöldséggyümölcs 53%-a ment Oroszországba. Katasztrofális a helyzet. De az látszik, hogy Oroszország egyébként megrodjant az eddigi szankcióktól, mert ezt valahogy nem érezzük. Oroszország abszolút nem rodjant meg. Nyilván az orosz hírszerzés is jó. A Putyin elment Dél-Amerikába pár héttel ezelőtt, és a szükséges zöldséggyümölcs jelentős részét Európa helyett behozza Közép- és Dél-Amerikából, az élelmiszer egy részét pedig behozza többek között Kínából. Tehát nyilván érinti keményen Oroszországot is a szankció, de az oroszok ugyanúgy, mint Európa, ahol lehet ezeket a szankciókat kiárták. Az a Lengyelország, ahol a mai vezetés rendkívül keményen szembeáll az oroszokkal, már Bieloruszon keresztül próbálja kiászani a szankciót, hogy a lengyel árukat Bieloruszon keresztül vigyék be Oroszországba. És akkor most az ENSZ erre mit mond, ma nyilatkoznak majd, hogy akkor ez most háború vagy nem háború? Gyakorlatilag a Csurkin, az orosz nagykövet adott egy interjút, hogy az ott lévő orosz katonák egytől egyik önkéntesek és a szabadságuk alatt mentek el harcolni.
ez szintén az egyik legostobább nyilatkozat, ami elhangzott, az ENSZ-ben nem lehet határozatot hozni, mert bármi történik, Oroszország vétójoggal rendelkezik, a biztonsági tanács 5 államú tagjának egyike, tehát ott határozat nem lesz. El lehet ítélni Oroszországot, de annak nincs súlya. Máshogy fogalmazva, egy rendkívül komoly amerikai nyomás jön Európára, hogy az a kezdődő feszültségcsökkenés, ami az elmúlt napokban végbe ment, az véget érjék, és növekedjék a feszültség, senki nem akar harmadik világháborút. De a stratégiai cél az oroszok keletre szorítása, ezzel Európa jelentős része nem ért egyet. És ugye az oroszok fenyegetőznek közben a gáz elzárásával is, ugye? Ezt is olvastam. Ezt nyugat-európai szakértők és főleg amerikai politikusok mondják, orosz felelős politikus ilyet nem mond több ok miatt. Egy, mert nem lehet elzárni a gázcsapot. Kettő, mert nem tudja jelenleg hova eladni a gázt. Három, mert a bevétel neki kell. Ha azt mondanák, hogy 3 év múlva mi lesz, arra a válasz az, hogy az amerikaiak megígérték, hogy behozzák a palagát. Az oroszok elkezdték építeni a vezetéket Kína felé, de jelenleg senki nem 3 évre gondolkodik, hanem arra, hogy mi lesz ez év telén. Erről fog az Európai Unió és a NATO is tanácskozni. Jelenleg a gáz elzárása nincs szóba, de jó pár európai ország gáz 100%-át adják az oroszok. A németek esetében ez 40%, tehát a gáz elzárása ma katasztrófa lenne az oroszokra és Európára. Ez ma nincs napirenden. És ugye katasztrófa lenne Ukrajnának is, hiszen most már teljesen egyértelműen bebizonyosodott, hogy az orosz gáz nélkül ők nem fogják tudni kihúzni ezt a telet. Ukrajna Európai Unió segély nélkül sem tudja kihúzni ezt a telet. Ukrajna jelenleg fegyvereket akar rendelni, de nem tudja kifizetni. Ukrajnában fantasztikus a gazdasági helyzet negatív értelemben. A GDP 7%-kal zuhant eddig, a korrupció brutálisan nő. A Poroshenko most októberre kiírta a parlamenti választásokat, hogy a jelenlegi kormányzattól, amelyik abszolút nem hozzáértő, megszabaduljon. Na most azt tudjuk, hogy egyébként az oroszok mit akarnak? Tehát oké, hogy provokálják meg, pénzelik a szeparatistákat, nyilván az oroszok állnak mögött, de miről szól ez a történet ott Kelet-Ukrajnában? A gázról, a palagázról? Nem. A... az oroszok alapvető célja az, és ezt 600-szor elmondták, hogy Ukrajna olyan gazdaságpolitikát folytat, amilyet akar. Nagyon nagy öt nyelve azt lenyelik, hogy, hogy Ukrajna egy megállapodást köt az Európai Unióval, de azt, hogy Ukrajna a nyugati szövetség, a NATO része legyen, ez orosz nemzeti érdeket sért, ezt nem fogják elfogadni. Tehát ezek kristálytiszta megállapítások. Én el szoktam mondani, most nyaralni voltam, és én csak Helmut Kohlt olvastam. A Kohl azt írta, hogy Ukrajna soha nem lehet a NATO része, mert ez az orosz érdekszférát rombolja. Én ezzel teljesen egyetértek. Tehát tudomásul kell venni, hogy valaki Közép-Amerikában nem lehet orosz barát, mert az USA szétveri. Az orosz határoknál valaki nem lehet az amerikai szövetségi rendszer része, mert az oroszok nem engedik. Ezt úgy hívják, hogy reálpolitika. Lehet beszélni arról, hogy a népek demokratizálódása, tehát gyönyörű dolgokat el lehet mondani, de ezek a realitások. Na most Washington úgy érzi, hogy itt a történelmi pillanat, hogy az oroszokba belerúgni és Ukrajnát bevonni egy nyugati rendszerbe. Ez jelenleg rohanás a hidegháborúba, ez az enyhülés maradékának a végét jelenti, de nem jelent katonai összecsapást. Hát senki nem fog nyilván konfrontálódni velük nyíltan, persze, miközben a németek, a franciák, mindenki ott, meg hát atomfegyverük van, meg üzletelnek az oroszokkal azért, ezt te is sokszor mondod, hogy a franciák is, a németek is, azért ott titkon, azért ott elég sok. A németek most megcsináltak azt a Rheinmetall 100 millió eurós üzletét, a német kormány feltüzesztette, mire a Rheinmetall közölte tegnap, hogy ők ettől még a üzletet folytatják, majd ha a bíróság kötelezi őket, hogy nem folytathatják, akkor adják abba. Tehát tulajdonképpen azért itt a háttérben mindenki bizniszel az oroszokkal szépen. Természetes. Pontosan. Mi lesz a vége? Vagy ez mikor ér véget szerinted? Hát ez nyilván nekünk se jó, hogy itt ez történik a szomszédságunkban. Mi várható? Így gyakorlatilag 2-3 nappal ezelőtt úgy nézett ki, hogy közeledünk a végéhez. A Minszki csúcs találkozó Putyin és Poroshenko közt, illetve Finnországban volt egy titkos orosz-amerikai találkozó. Úgy nézett ki, hogy megyünk a válságból kifelé. Abba percben, hogy ez a nyilatkozat a 3000 oroszul előjött, abba percben rohanunk be. Egy-két hülye megjegyzés. Egy, mutassák nekem azokat a műholdas felvételeket, hogy ez a 3000 ember mikor, hol lépte át a határt. Kettő, feltételezve a NATO most már csak 1000 embert mond, hogy 1000 ember ott van. Hát azért vele szemben áll egy ukrán hadsereg. 1000 ember az nem egy
3000 ember egy dandált, hát 1000 embert fél óra alatt egy komolyabb hadsereg körbezáll és megsemmisít. Tehát itt jelenleg egy PR háború folyik, alapvetően PR célokért emberek volnak meg teljesen értelmetlenül. Ráadásul ugye civilek, hát ebben megint ez a szörnyű. Igen, mert ott hát lövöldözik egy háborúban a 20. századtól kezdve a civilek alkotják idézőjelbe halottak zömét. Ezt látom Gázában, a balkáni háborúkon, és ezt látom itt is. Hát, ez nem túl kecsegtető, de megint egy kicsit okosabb. A legközelebb fölhívtok valami szék témával, én ígérem, csak jót mondok. Miről szeretsz még ezen kívül beszélni? Mert azért, ahogy az elmúlt hetekben beszéltünk veled, más nem nagyon derült ki. Tehát, hogy így, mi még a kedvenced? A futball? Vagy a kosárlabda? Mit szeretsz? Én imádom a német helyzetet, arról írtam könyveket, és ha valami. Jó, de szép téma! De jó, a Merkel nudizása, mi? A Merkel nudizása, az azonnal ment, mi? Ugye? Tudtam, de ha választhatok, akkor mondok néhány hölgyet, akiket szívesebben látok Múgusrandon. Claudia Schiffer. De ő már öreg hozzám. Ja, hát igen, ő már játszott. Ja, Loren. Nevért egy nagymama. Valahol a kettő között. Köszönjük szépen, menjél nyilatkozni, vigyázz magadra, köszönjük. Köszönjük szépen Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőnek, köszönjük szépen. Nagy kopi. Nagy játékos a bácsi. Én nyaralni voltam, de csak Helmut Kohlt olvastam. Azt hittem, hogy Helmut Kohllal. Egyébként nem az volt a mondanom. Igen. Fél 8 út, pontosan 4 perccel Óbe bácsira lehet jelentkezni nyugodtan SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3-4-8 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek. Dermesztő dolgokat találunk az interneten, gyerekek. Dermesztő dolgokat, úgyhogy majd egy-két dologról még beszélünk 9 óra után. Jó, hát ez érdekes. Ez Berecki videó, ez döbbenetes, gyerekek. Ez erről mindenféleképpen beszélünk ja, 9 óra után. A Berecki féle Ice Bucket Challenge? Ja, hát figyelj, az döbbenet. Jani, nincs véletlenül olyan érzésed, hogy valamit elfelejtettél? Hol a reggeli metal dózis? Sanyi, hát igen, írja. Sanyikám, szörnyű idők vannak, mert visszajöttem. Tehát ennek én vagyok az elrontója, illetve az a szerdai értekezlet, ahol én ülök. Flamenco megy reggelen, hiszen Andalúziában jár. Egyrészt kettő, én ülök azokon a szerda reggeli értekezleteken, ahol meg kell védeni, ami elhangzott a műsorban. Nem nézik jó szemmel ezeket a rockzenéket annyira ebben a rádióban, úgyhogy de ígértem nektek valamit 8 utára. Csak hogy érezzétek azért, hogy a lelkem mélyén én is hívő vagyok. Töltögettem egy albumot, vagy több albumot, és leszettem egy olyan albumot, amit én régen nagyon sokat hallgattam. Uh-huh. Egy gitár virtuóz. Lesz 8 után zene. Nézzétek, utána nagyon híres emberről van szó, egy igazi művészről. Benkő. Rick Astley. Nagyon szerette Balázs. Benkő Dániel. Szóval lesz 8 óra után rockzene. Lesz. Dallamos rock, tehát nem ez a hörgös, röfögös, csirkemészáros, nem ez, mert szerdán nekem hangsúlyozom, be kell mennem arra az értekezletre. És miközben én már tütyörészve megyek hazafelé, kapaszkodok a metron, és elégedetten gondolok arra, hogy egy ismét utaltak ki némi jogdíjat a Rammsteinnek, hogy úgyis nagyon szűkösen érdekelnek. Igen. Balázs bentül lesütött szemmel. Balázs bentül lesütött, és azt mondom, hogy nem tudtam róla, a szabadságban. Igen, tudom, hogy ebben az országban nem annyira, de nem tudtam róla. De nem, erről se tudtam. És ez mi? És ez, uh-huh. és ez, de jó, nem tudtam. Ennyi pontunk nincs az elmúlt három napban. De nem tudtam róla. De nem volt amit, hogy megakadályozzam. És ilyen érveket kap, hogy ha én elmegyek valahogy hétvégén, én is megkötöm a kutyát. De jó. Igen. Szóval, hogy a rockzene nem miattam nincs, csak azért nincs, mert én vagyok az, akin számon kérik, ha van, értitek? Ami kettő között mi a különbség? Tehát nekem nincs olyan rockzenével, de 8 után jó, de te van egy zene, amit vállalok. Amiért kiállok. De te szereted ezeket a kis csetepatékat, nem? Már tudtok miről dumálni. Most egyébként ott ülnétek benne a Titusnál, néznétek magatok elé komoran. 10-kor kijönnék, 4-11-kor. Semmit nem mondanánk egymásnak. Hát tudod, ehelyett van egy kis beszélgetés, ismerkedés, közeledés egymáshoz. Igen. A megvédésetek is. Minden, ami a megváltoztatott zenéket illeti. De... Szóval te hoztad a 800 zenét. Jó, hoztam. Én egyébként most egy olyan egy hónapra való 800 zenét tudnék nektek hozni. Lesz időt meghallgatni majd a Dél-Afrikában, de ez azt jelenti, hogy folyamatosan egy hónapig lesz, vagy egy hónapig ígérgeted, és majd valamikor lesz egy. Most tegnap megértem, ha behoztam. Akkor ott holnapra is hozok 800 zenét. Holnapra? Jó. Én ezt akarom szeretni, hozok én neked, de mindenképpen legyél. Csak mondom, Jani. Ez a csütörtöki kezdés, ez engem hétfőre tett. Ma ilyen keddi hangulat. Én nem bánnám, én elégedetten hallgatnám ott.
Én ezt már ébren lenni. Kapcsolnám 8-kor a rádió. Sziasztok, 8 óra van, egy vagyok. Itt vagytok, aló, ígéretem, ez híver, itt van a kis. Felkeltem egészen korán, még az edzésem előtt, hogy bejöjjek nektek a 8 órás rockzenével. Na mindegy, úgyhogy 8-kor jó lesz, gyerekek. Vérezni fog az orrotok. Hallod, Jani, vigyázz! Hangsúlyozom, nem ez a, nem a hörgörőfögő, de aki szereti azt, hogy kicsit fölébred, jobb kedve van, vezet, nyom egy padlót, annak ez tetszeni fog 8 óra után, gyerekek. Kap egy névre szóló dedikáló kártyát, aki megírja, hogy hogy melyik zenekartól fog berakni. Aki első. Aki most megírja. Írjátok meg. Annak aláírok bármit. Névre szóló, dedikáló kártya, megy postán. Jó? Abszolút. Tényleg. Hegyesalomban a Kishatáron torlódás van. Több kilométeres sor a vasúti átjárónál történő munkák miatt unatkozó jóképű pasik átülhetnek hozzám. Ó. Ah. Katinak bejön ez a kicsit kormos, kicsit kertészgatyás, kicsit ilyen kis kátrányozó emberek, igen? Arra gondolt? Unatkozó jóképű pasik átülhetnek hozzám? A munkásokra gondolt? Vagy egyébként unatkozó jóképű pasikra? Szerintem, hogy egy általánosságban. Mi roma egy csajjenbe vállalós? Miskolcon a Zsolcai körforgalomnál két kamion találkozott, kerüljétek. Ezt Andi küldte nekünk, köszönjük szépen, a MÁV továbbra is késik. Méghozzá a Váci vonalon, ott aki áll a megállóban, az hát imádkozzon. Nem tudok jobbat, mit csináljon? Tényleg. Mormoljon el egy fohász, nem? Bízzon a mában, hogy valamikor odér. Ez egészen pontosan a Szob-Vác vonalon, Vác alsóváros megállóban, hát ahogy mondta, szolgálatkész lett a mozdony. Aha, az mit jelent, hogy nem mond? Ezt most nem tudom, hogy most... Ott áll, vigyázz! Most vette fel a munkát a mozdony a 6 óra helyett, vagy most fűzött le, és adta le a forgalmat, meg kikönyökölt a hajtókar a mozdonyból, nem tudom. De minden esetre, hogy nagy csúszás van. Gyöngyös Karácson felé kivezető úton, ott pedig mérnek a kékek. Ezt Dela küldte nekünk, mi pedig valakivel már is játszunk. Uven bácsi és Beunél. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Uven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Ha nem veszem zokon azokat a tippeket, hogy Szecsődi Karcsit fog játszni. Hát nem, pedig... ez egyáltalán nem esik rosszul. Nem veszem magamra. Frügyidó. Igen, a Frügyidót nagyon sokan írja. Nem Gánc, és nem is... Nem Totó. Még egyre senki nem talált el. De a Totó az egy nagyon jó tipp, gyerekek. Sokan figyelnek. Holnap 8-kor, gyerek. Holnap 8-kor. Holnap 8-kor. Nagyon csípte az Óza csodák csodáját. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, fiúk. Hello, Fanny. Sziasztok! Jaj, Fanny. De jó, hogy bekerültem. Szia! De jó kedved van, Fanny. Igen, hát titeket hallgatlak, mindig jó kedvem van. Nincs egy kis mézet, Fanny. Méz? De van, képzeld el, is házi méz, napraforgó még hozzá. Helyileg merre vagy? Váton. Az nem. Aha. Az mire ideér, az... Nem, arra úgy, Fanny, de messze van a csuprod. Igen, az mire ideér, az nem tudom belenyalni. Összeáll az apkásám. Na hát... Mit csinálsz, Fanny? Itthon vagyok jelenleg. És utána? Máshol. Arra gondoltam, hogy mivel foglalkozol? Nem foglalkozom most sajnos semmiben. Most jelenleg éppen munkakeresésben vagyok, úgyhogy ezen vagyok rajta, hogy valamit találjak. Milyen melót szeretnél? Hát igazából bármi szóba jöhetne, eladói végzettségem van, úgyhogy bármilyen volt élelmiszer, volt zöldség, bármi szóba jöhet. Hol vagy helyileg? Vác és környéke. Vác és környéke, Fanny, aki eladó, megbízható. Kedves. Emberszerető. Emberszerető. Jó. Csak lehetőleg az új munkahely ne olyan hely legyen, ahol csak vonattal lehet menni. Bizony, és fontos a pontosság. Jó, figyelj, Fanny, ha jön SMS, hogy adjátok ki Fanny számát, annak csak hogy egy komoly ember, ha férfi hallgatóink telefonálnak, hogy adjátok ki Fanny számát, annak nem biztos, hogy egyértelműen bedőlünk, de akkor összekötünk valakivel, ha valaki Vácon. Köszönöm szépen egy előre is. Hát, ha egy kis bolt, vagy valaki, vagy valamilyen állást keres. Igen. Nagyon jó lenne, mert nem egyszerű manapság a munkakeresés. Igen, nem állást keres, eladót keres, igen. Ezt akartam mondani. Jól van, Fanny, van, aki segít, vagy egyedül játszol? Egyedül. Remélem, hogy ki fogom találni. Általában 90%-ba sikerülni szokott, hát hogyha most is. De annyira nem visel meg, hogy nincs munkád, vagy legalábbis jó a kedved, ez jó, nem? Vagy azért szomorú vagy? Hát próbálok pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, ugye az más, hogy mi van belül. Ez mióta? Azért, hát már elég régóta, egy 2 éve körülbelül. Két éve nincs munkád? Az nagyon durva. Két éve? Rengeteg önéletrajzküldés, csak hát
mindig az ismerős ismerőse és a barátok, akik az első helyen vannak. Ez azért fura, mert azért eladókat sokszor keresnek, tehát azért ezt látja az ember. Oké, hogy Pesten mondjuk én ott közlekedem leginkább, de hogy azért itt nagyon sok helyen látom, eladót felveszünk, keresünk, pincér eladót, tehát ezért ezeket így látja az ember. Ez hát már neked messze van, gondolom. Olyan, hát végül is még Budapest beleférne, mert annyira nem vészes, bár mondjuk ez a mástól függ. Ez igaz. Mikor mennek a vonatok, ugye bár. Hát megmondod a főnöködnek, hogy érkezés fakultatív, vagy hát legalábbis belül egy 9-től délig időintervallumot adsz meg, máv, erősen máv függő. Igen. Na igen. És miből élsz? Na, vagy hát ezért két év az hosszú idő, miből élsz? Hát a párommal élek együtt, úgyhogy ő a kenyérkereső, úgymond, sajnos. Ő mit csinál? Vagy nem sajnos, hát ebből a szempontból nem sajnos, de... Ő mit csinál? Ő mérnökként dolgozik. Na, mérnök, és neki van állása akkor ezek szerint? Van, igen. Hát csak nyilván neked is kellemetlen, hogy gyakorlatilag hát, eltartanak két éve, még akkor is, hogy nyilván hát, nem így nézi az ember egy kapcsolatban a hát, dolgot. Meg a semmittevés, az otthonülés, persze. Ez biztos, nem egyszerű dolog. Csak Vác? Ez egy idő után, amikor, hát nem csak Vác, itt a környéken igazából bármi szóba jöhetne. Aha. Jó. Figyelj, sose lehet tudni, én mindig azt mondom, hát bejön egy SMS, valaki hallja, írnak, hát, összekötünk, és akkor hát ha. Már jött is, ha kitalálja, felveszem. Már mit találja? Valaki, ha kitalálja a játékosunk a dalt, akkor felveszi az, aki írta az esetet. Ja, nem tudtam összekapcsolni. Oké, na megmutatjuk akkor, hogy mit csinál Óven bácsi Berúnéni. Figyelj, Fanni. Igen. Aha. Álmodozik. Egy sebes vonatról. Állnak a Váci megálló, és ezt halucinálják. Igen. Hogy jön a máv. Hallod jön. Nem, ez csak egy régi emlék. Nem, igen, a valóság. Igen. Na. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Figyelj. Jaj, hát ez... Lady Gaga? Az hát. De szüper! És hát tudod, mindig az van, hogy ebben a rovatban, ami zene van, az jön 8 után. Ez lesz a rock? Nem, ennél jobb lesz, gyerekek. Ó, én nagyon rockzenepárti vagyok, úgyhogy jöhet na, a rock. Tényleg, milyen zenét szeretsz? Mit hallgatsz? A Rammstein is jó volt valamelyik nap, amit jelenten napot. Ja, te arról nem tudsz. Nem, figyelj, hidd el, hogy mondtuk. Nem mondtam semmit. Én nem voltam Magyarországon, de vannak füleim. Tehát kapom én az SMS-eket, hogy milyen zene szól a rádióban. Igen. Csak annyit kapok, majd szerdán. Tudod? Szerdán beszélnünk kell. Ez jön nekem SMS-ben. Szóval Rammstein hallgatsz, az jó? Rammstein is, Metallica, Linkin Park. Igazából majdnem minden rockzenét. Magyarok közül is sok mindent szeretek. Depresszió, tankcsapda. Na figyelj, te egy rocker csaj vagy akkor. Hát mondjuk, az gitároztam egy ideig. Több kevesebb. Zenekarban is? De ez komoly volt, hogy ez a muszti dobai féle gitáriskola. Az alapokat ott jó, jó, és az én is ott tanultam. Na, csak mondom, hogy milyen SMS-ek jönnek Fanni. Azt mondja, igen? Sziasztok, tudnék segíteni Fanninak. Kössetek össze, köszi Marika. A párom üzletvezető egy boltban. Keresnek eladót. Lehet, hogy tudnánk segíteni Fanninak, írja Gyuri. Nagyon szuper. Adjátok tovább, hogy a Dunakeszi Osamban két helyen is láttam, hogy keresnek eladót. Ő nem akar segíteni, viszont tud információt. Lehet, hogy érdemes lenne ennek utána menni. Hát nincs is szuper. Nagyon messze tőled. Nincs. Na. Hát ez nagyon jó, ennek nagyon örülök. Két ember, aki konkrét a munkát ajánl, illetve egy, aki próbált neked segíteni, ez bruttó 3 perc alatt. Ó, köszönöm jó? Szépen. Most a tetszik a hangod, milyen a feneked, azokat az SMS-eket nem olvasnám, mert táncolni tudsz, valaki ezt írta, táncolni tudsz. Jó. Ebben nem mennék bele, mert vannak ilyen hallgatóink de is. De ha igényled, ezeket a kontaktokat is átküldjük. Jaj, igen, azt inkább kihagydám, bár a hosszú szőke, hogy megvan hozzá. De vannak normális hallgatóink, úgyhogy Annának akkor ezt tovább lökjük, és akkor hátra tud segíteni. Nagyon jó? Szépen köszönöm. Oké, okay, na hát ha. Szuper. Figyelj, ha lesz munkád, vagy lett munkád, vagy valami kiderül, akkor hétfőn dobd már egy SMS-t, hogy sikerül. Mindenféleképpen. Jó? Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm. Oké, okay. Köszi Fanni, ciao. Köszönöm veletek, puszi, sziasztok. Hello. Gyerekek, megoldott. Ennyi. Na most ezt komolyan legyen mondom így. Egyébként. Marketinges munkát tudok a hölgynek, aki ma 8-kor játszott. Még vége sincs a játéknak, már jön. Itt van. Meló egy nyerges mondatom. Az nem. Milyen jó lenne mindenkinek ilyen könnyen, mert betelefonálna, hoznánk, játszana, nyerne egy ajándékcsomagot, közben meghallgatnánk, hogy milyen munkát keres, és 5 percemben, mert ha ennyi ember előtt mondod, nyilván találsz munkát. Tehát más, mint amikor most ott a Váci kis, nem tudom, lapocskát fölütött, hogy akkor most megfölmész a nem. Új biznisz. Munka.
A munka. Gyerek, az állásközvetítő cég. Fejvadász céget kell csinálni. És legyen az a, az álca sztori, azzal fedjük le az egészet, hogy hármas ugrásra jelentkezett. De valójában így közvetítjük ki. Igen, a hármas ugrás az mindig egy ilyen kódolt, igen, egy ilyen fejvadász céget üzemeltető játékszervezet játéka lenne. A hármas ugrás esik, már így veszi fel az annak. Csak munkanélküliek jelentkezhetnének, és ott belököd, hogy mihez értesz, hol laksz, és már jönnek is az ajánlatok. Tessék. Ez nagyon jó. Óriási. Na minden esetre, hogyha a Faninak lesz munkája, akkor a jövő héten adjuk le a Mainlandot a Rammsteintől ennek örömére. Szerda. Jó, szerdán leadod, ja, és aztán jó. Majd bemész. Leadod, aztán bemész. Ez lesz szerda. Na jól van. Oké, okay, 2 perc van, 8 óra. Csak mondom. Kösz. Na, hogy szóval. 8 óra után rockzene, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 12 perccel. Ez csak azért volt ez a mi zene. Mi volt ez? Hogy mi volt ez az Isten káromlás? Ez a sátánista csörömpölés! Ez csak azért, gyerekek, hogyha már szerdán ott ülök, legalább legyen valami, amiről én is tehetek. Ja, meg azért, hogy te hoztad, világos. Pattanyol le róla mindenki, hogy én nem hallgatok ilyen zenét. Egyébként ezt valaki írt, hogy megtaláltam egy régi kazettámat, ezt konkrétan én még kazettán hallgattam. Ezeket tekerős magnóban, már szinte egyébként 13 évesen. Nem hiszem el, hogy te hallgattad az azbest kezűs védet, a lángoló kezűt. Micsoda, a Mámszint imádom. Én a dallamos rockot mindig is szerettem egyébként. Azért szeretem a Totót, a Rainbow-t, a Mámszint, mert az ilyen zenét csinál. Vagy na, ilyen zenét csinálnak. Nekem az a Rammstein, meg az Obituary, meg a Sepultura, nekem nem találok benne ezt dallamot. A háromat tudja. Ezt hallgatom 10 éve. Nem találok benne dallamot. Ebben van dallam. Ez is szerethető. Mész az autópályán vezet, ez jó. De tényleg ez csak egyfajta egy ilyen sorsközösségi vállalás volt. Hogyha tényleg már nagy balhé lesz a zenéitek miatt, ami na, nem volt, amit akkor már legalább legyen valami, amiről én is tehetek. Tehát legyen valami, amiről azt mondom, hogy jó, abban az én kezem is benne volt. És a szerencsénk van, az elmúlt 3 napot és egyszer se hallgatta az utust, és ezért igen. Fog csak lecseszni. Mi volt az Isten káromlás tényleg pénteken, amit beraktatok a rádióba. Gyerekek, ilyen dallamos rockot én egy tudnék hozni nektek egy hónapig. Figyeld hát meg. Akkor hajrá. De tényleg, de én tudok hozni hasonlót pénteken, vagy hétfőn, és akkor az lesz a baj, hogy túl a dallamos valakire, hogy Bali, mi volt, erre adhatjuk 3 éves gyereket. Tudod, mi lesz egyébként, bemész majd szerdán, és akkor azt fogja mondani, hogy a Titus, hogy mert figyelj, mert a Rammstein még hagyjál, mert azt még én is szeretem. Meg az, ami mi volt még, Adrenaline Mob, az is jó volt, mert az mégiscsak egy Rainbow feldolgozás. De a Malmsteen! A Malmsteen! Azért Malmsteen ritkán szól kereskedelmi rádióban. Szóval az is egyfajta. Én Malmsteen nem hallottam az elmúlt 15 éven kereskedelmi rádióban. De ha hoztam volna be. Akkor esetleg, mert egyébként csinált egy nagyon jó albumot a Tim Ripper Owens-el, a Judas Priest-nek az egyik, hát egykori frontemberével, a Rob Halford utáni, meg előtti énekes. Na, ha arról hoztam volna be, azt mondtad volna, hogy Isten, meg kell. De azért képzeljétek már, hogy Balázs így ilyen Malmsteen stílusban feltupírozott haj, leopárd mindás, pandeszgatja a pumacipő, és iszonyatosan. Igényesen megszaggatott felső, csuklószorító és fukszok. És nyomom a légitárt, nagyon durva. Volvo logót nyakban. Nehéz a dallamot vele énekelni. Az nehéz. Ugye? Igen. Az nehéz. De van még más színom. Jó, de hát nem is azért van. Hát nagyon jó. Tudjuk, hogy az énekesek azért kellenek, hogy közbevételen a átforrósodott, elolvadt pengetőket le tudja cserélni, hogy 2 szólok között hogy kicsit tudjon fújni a mester. Engem. Csak 1-2 SMS. Ezért szívni fog szerdám. Béve írja valaki. Nem tudom, mi ez Balázs, de libabőrös lettem. Látod, azért valakinek be. Nagyon jó az M1-en erre a zenére asítani. Ez a zene levitt az életről. Levitt az életről, nagyon levitt jó. Levitt az életről. Igen, padlógáz a szám, egy vasúti sorompa előtt álltam végig, de a szám jó volt. Mi van, Bazsi, megtaláltad a régi Walkmanedben ezt a kazit? A legrosszabbkor kapcsoltam be a rádiót, zene, nem baj, azért királyok vagytok, írja valaki. Jó ez az új vézolik. Csak szeretne. Na jó, mindegy, én abba hagytam, jó? De ne. Jó, még jövő heti. Felvetted a szállat, érted? Most már menjünk végig. A jövő hetet csinálnál. Jó, a jövő heti még az én válogatásomat megkapjátok, aztán abba adjuk, jó? Jövő héten még azt hiszem Szabin vannak DJ azok. DJ Oti, Nosztalgia Show. Figyelj! Kaphattok. De csak egy hét. Ez a te fiatalságod, ezt ne vegye már el tőled senki, hogy egy kicsit nosztalgiázhassál. De ez nem egy játszótér, ahol az ember akkor az én fiatalságomat. De hogy de nem, az, de szerintem igen, egy munkahely. Az. Igen, valamikor megáll ez az érvelés, valamikor meg nem annyira, értem. Na mindegy, jó, a jövő hetet még bevállom, aztán abba adjuk. Jó? De akkor jöjjön minden más is. Jöjjön egy kis japán lúdnesz, értem. Igen, egy kis manga pornó, és minden, ami a fiatalságot az hozzátartozott. Figyelj, Malmsteennak még most is Japánban olyan hihetetlen rajongó tábor, hogy gyakorlatilag szinte oda készíti a lemezeket.
ez a csávó, ez még mindig egy isten. És ez ne felejtsük el, hogy azért tudott élni, és van egy olyan szegmens, amellett, hogy a Feri ugye gitáros, tehát hogy ezért is értékel Malmsteen, de azért az olasz sportautókhoz való híres vonzódása, hát azért szintén ott van. Tehát, hogy azt be nem tudtam, igen, szerettem. Hogy ha akkora Ferrari fan volt az öreg, hogy az a hihetetlen, ezért lehez is volt egyébként vele azonosulni a mezei rockereknek Angyalföldön, mert hogy a pirosba beszállt. Egyébként Mike Hart, a múlt időben beszélsz, hogy ér még a Mike Hart. Csak most már nem telik neki. Nem megy úgy eszekkére. Most már nem kell senkinek az album. Ő egy zseni egyébként, öncélú, de zseni. Igen. Na jó, van ennyit a zenékről. Gyorsan nézzünk egy-két közlekedési hírt. Ha valaki tudja, hogy mi a helyzet a MÁV vonalán Budapest Szob-Vác, illetve Szob-Vác vonalon egészen pontosan, Vác alsóváros megállóban, akkor írja nekünk, mert elég sokan kérdezik, hogy menjenek, ne menjenek, később menjenek ki a megállóba, ha valaki tud valamit, akkor mondja nekünk. Jó, vagy írja meg SMS-ben. Rákóczi úton Buda felé motoros baleset a Nagy Diófa utcánál, torlódásra lehet számítani. Üzeni Bambi. Aztán lezárás az M5-ösön. A Petőfi pihenőnél, ezt Sasa küldte nekünk. Hegyeshalomban a Kishatáron torlódás van, több kilométeres sor a vasúti átjárónál történő munkák miatt. Ezt még Kati küldte el nekünk, ugyan az unatkozó jóképű pasikkal együtt. És Gyöngyös Karácson felé kivezető útján mérik a kékek a sebességet, ezt Dela küldte nekünk, ott is korlátozó tábla van, úgyhogy menjen mindenki óvatosan. Na, egy nagyon érdekes dolog történik most az Egyesült Államokban, abból a szempontból, hogy ott még úgy látszik, hogy még mindig mennek ezek a biztosítási csalások, mert hogy van egy Andy House nevezetű ember, akit egyébként így hívnak, és ő 2009-ben vált világhírűvé azzal, hogy egy Bugatti Veyronnal, hát tulajdonképpen senkitől se zavartatva, behajtott egy texasi tóba. És kiderült, amikor őt perbe fogták, hogy ő először pelikánokra fogta ezt a dolgot, hogy megzavarta egy repülő pelikán, aztán azt mondta, hogy megzavarta őt egy leesett telefon, de nem volt szerencsém, mert hogy valaki a vele párhuzamos sávon felvette ezt a tóbahajtást, és kiderült, hogy biztosítási csalást akart ő elvégezni tulajdonképpen a Bugatti Veyronra, amit 1 millió dollárért vett, viszont 2,2 millió dollárra biztosította. De okos. Tehát ez keresel egy millió dolcsit. Jó. Úgy néz ki, hogy 20 évet kaphat. Tehát elég szigorúan mérik azért ezt az Egyesült Államokban, mert hogy kiderült, hogy ő már okozott egyébként balesetet direkt, és az is biztosítási csalás volt, és most a Bugatti Veyronját akarta így eltüntetni, illetve korábban megbízott már valakit, hogy lopja el tőle az autót, mert akkor is 2,2 millió dollárt kap. De van ami olyan 600 millió forint. 1 millió dollárja, 550. Akkor most miért kezd el ilyet? Azért, mert az pont fel annyi, mint 2 millió. Hát meg hülye vagyok, tényleg. Hát nem. Egyébként igazad. Hát hogy van, hát megveszed 1 millióért a kocsit. Van 1 millió dollárod, elkezdesz csalni, hogy legyen 2. Elkezdesz csalni, és visszahozod a kocsi árát, és még keresel is 1 milliót. Persze. Aha. Persze. Plusz a videó készült róla, és ezt feltöltötték a YouTube-ra, akkor még onnan is jött belőle egy kis lóvége. Hát, mert azért valljuk be, szinte elég sokan megnéznének egy ilyent. Mint ahogy megnéztük volna az idején, ugye, hogy hívják akkor is, a Balaton jegére hajtó. Hammereseket is. Ezt erre rá lehet keresni, tehát ez fent van a YouTube-on is, meg egy csomó ilyen internet videó megosztó portálon ott van. Teljesen egyenesen megy, és srácok veszik őt egy vele párhuzamos a menő úton, és egyszer csak azt látod, hogy a Bugatti Veyron elkezd lemenni az autópályáról, vagy hát így az útról tulajdonképpen nincs leállósáv, szalakorlát, tehát nem autópálya, és teljesen full gázzal úgy, ahogy van, belehajt a tóba. A srácok, akik veszik, elkezdenek üvöltözni, úristen, lassítanak, megállnak, kiszállnak, de veszik folyamatosan, és a Bugatti ez itt szépen így elkezd elsüllyedni. Mondjuk 300 milliós autódat így elsüllyedszed, azért ez egy picit mellett. Mondjuk egy James Bond filmben simán beleférne. És hát átalakul hajóvá, és úszik. Igen, na ez nem alakult át, és 20 évet kaphat emberünk. Egyébként a kérdés jó, amit mondasz, hogy azért, ha most 1 milliód már van arra, hogy ezt megvedd, akkor közben ennyire számít, hogy még visszahozzá még egyet? Mert akkor biztos, hogy van még egy az életedre, ugye? Tehát olyan 2 millió ha egy van a kocsidra, igen, akkor igen. Akkor egy még van az életedre, most értem, hogy 1 millió dollár sok pénz, de ilyen formán. És mit mondott a pelikánokról, hogy az mi, az kinőtt az aszfaltból, és el kellett rántani a kormányt? Vagy, ugye, mert az volt, hogy azt mondta, hogy egy átrepülő pelikán megzavarta. Aztán visszanézték ezt a videót a bíróságon, kiderült, hogy nem volt átrepülő pelikán. Mennyire az átrepült. De mi más repült volna, nem egy pelikán, nem? Igen. Meg átment két rák az úton, tudod, tehát teljesen életszerű. Utána pedig azt mondta, hogy lejtette a telefonját, és ezért vesztette el az uralmát az autó felett. Ez már nehezebb egy kicsit bizonyítani,
Egyébként ez most igaz vagy nem, mert erről nincsen felvétel. Picit hitelesebb, nem? Meglátta a Pelikát, annyira meglepődött, hogy elejtette a telefonját. Egyébként menet közben telefonált. Hát ez sokkos. Hát csak a kezében volt. Aha, csak a kezében volt. Meg igen. El akarta vele hesegetni a Pelikát. Egyszer megpróbált ezt a Bugatti Veyront ellopatni, nem sikerült, lebukott a biztosító cégnél, egyszer pedig megpróbálta felgyújtatni. Hogy gyújtsák fel neki a Bugatti Veyronját, hogy ugye hát akkor is fizet neki a biztosító. Elolvastam ezt a cikket, és eszembe jutott a régi nagy hőskorszak, amikor is emberek százai, nem százai, ezrei biztosítóztatták a saját autójukat. Emlékeztek? Ennek volt egy... Hát ennek egy óriási hőskora volt Magyarországon. Csak úgy, mint egyébként sok minden másnak, ennek is. Nekem volt egy nagyon kedves gyerekkori barátom, akinek volt egy ilyen Fiat motoros, fapados, ilyen kis, hogy hívják, ja, olasz sportautója, és annak hogy nem a szélvédőjével mindig volt valami gond. De most el nem tudjátok ez. Tehát soha nem egy pici kis felverődés volt. Mindig valahogy pókhálósan összetört a dolog, és gyorsan kicserélték. És igen. De mindig volt egy kamionos. De mindig volt egy ugye? Tartalék szélvédő is bent. Igen. Ennek többféle útja módja volt, ugye egy időben ment a kamionosoktól, a teherautósoktól a betétlap, rátment neki, nem emelkedett a kötelezője, belefért, vagy vettél rá lopott alkatrészeket, törve azokat te föltetted a kocsidra, leszetted az eredeti alkatrészt, föltetted a törött alkatrészt, arra még kicsit rátörtél, lebiztosítóztattad, majd a hibátlan egyébként hát teljesen sérülésmentes eredeti alkatrészeket visszatetted az autódra. Hogy tudom, aha, ezt írni. Látom, te is rengeteget olvastál igen, erről a zsaru magazinban. Hírek gyerekek, annyi... Rohadjál meg. Most nyilvánosan megvádoltál, hogy biztosítóztattam az autómat. Hát csak megpróbáltam visszahozni az árát. Nem értem. Hát most... Nem értem, hogy miért vagy ilyen. Szóval a dolog tényleg egyébként úgy ment, hallottam. Uh-huh. Azért, mert jól értesült, hogy nézzetek rám, milyen kérdezem, nem biztosítottam autót soha. Aha, nem, hát hallottad, amikor... Nem ugye... is te, hanem a szerelő. A ítélethirdetéskor. bevitted az autódat, odaadtad ezeknek a srácoknak, akik ezt ugye nagy üzemben csinálták. De ez tényleg nem én voltam. Föltették rá ugye ugyanolyan színű bontóból szerzett törött alkatrészt, még egy kicsit rátörtek az autóra, a biztosítónál volt ember, az éppen befotózta, igen, ennyit kaptam. Befotózta, majd ugye a te hibátlan alkatrészidet visszatetted. Ez csak egy útja volt nyilván annak, hogy te hogy biztosítóztattad le az autódat. De hát ez évekig ment. Nem tudom most mi a helyzet. Hát a 90-es évek vége, a 2000-es évek eleje, ott ez gyerekek, ez... Most biztos... már nem lehet állítólag megcsinálni a dolgot, azt nem tudom egyébként, hogy küszöbüli ki a biztosító, de most ami divat, az a házra való biztosítás, és akkor vihar, mert hogy az idén ugye tele volt viharkárral, és azon, hogy veszel bontott cserepet, ami törött. Aha. Bontott cserép, ami törött, megveszed. És leszeded az igazit, hasonlóképp, mint az autónál, fölhordod a törött cserepet, lefotózod, igen. Leveszed a töröttet, visszarakod az eredetit, aha, és felveszed a pénzt. Így van. De szerintem most már kiokosodtak, nem? Igen. Szóval, hogy azért valahogy ők is fejlődnek, gondolom, hogy azért ezekre rájöttek. Tehát ma már azért ez a meg oda mész, és akkor egy ilyen tolstokkal lemérte, hogy a két ütközés hol volt az autón, kékszínű, kékszínű, és akkor jó, utalt neked a biztosító, saját számla, nem fizetted ki, eltetted a felét. Ez ma már egy kicsit máshogy megy. Na most nem? Például ugye már úgy fizetnek csak, hogyha azt hiszem, hogyha például a cserépről hozol számlát, hogy azt te megvetted. Uh-huh. Érted? Tehát kell még egy harmadik és akkor meg kell mutatni a cserepet is egyébként? Hát valószínűleg, ki mondja a biztosítésem, és akkor mondja meg, nézze mennyi cserepet lerántott a ház alatt. Tehát de magának zsing ideje van. Ja? Átfújta a másik házra, a rohadt anyát is látta. Csinálj megint egy olyan fél órát, amikor mindenki könnyített a lelki ismeretét. Már nem rátok gondolom. Miután én könnyítettem autót is. Nem erre gondolok. Sötét múlt. Nem erre gondolok. Írja meg nekünk az a hallgató, aki valamilyen útomódon átverte a saját biztosítóját, hogy csinálta. Ha elrontott direkt egy Turmix gépet, mert az is le volt biztosítóztatva, az is jó. Ha kalapáccsal összetörte a tévéjét, az is jó. Ha valaki autót törögetett régen, írja le a módját, hogy lehetett a biztosítótársakat átvágni. Nem nagyon ismerjük azért ennek az összes csinyát-vinyát, de van egy-két elképzelésünk, hogy igen, 96-ban én háromszor lezúzattam az autómat, így és így csináltam. Ezeket az SMS-eket utána megsemmisítjük, a laptopokat elégetjük, és mindenféle bizonyítékot eltüntetünk. Tehát aki legalább egyszer átverte már valamilyen útomódon a saját biztosítóját, ez lehet nyaraló, ház, tényleg kocsi, bármi, írja már meg nekünk, hogy mennyi pénzt kapott és hogy csinálta.
Na, ez érdekes egyébként, persze. Remélem, hogy sokan írnak. Illetve akik hivatásosan ebből éltek, azok is írhatnak nyugodtan, nem adjuk ki senkinek a telefonszámát. Én nagyon sok egy kacét megkaptam azzal, hogy megfogadom a tanácsát annak a fiatalembernek, aki egy szórakoztató elektronikai cuccokat gyártó, illetve forgalmazó cégnél dolgozott, és azt mondta nekem, hogy ha már voltam olyan okos, hogy mondjuk ilyen meghosszabbított jótállást fizettem ki a monitoromra, ami otthon van is egy elég jó minőségű monitor, akkor csináljam azt, hogy még mielőtt lejárna, véletlenül könyökkel, amikor megyek kifelé, mert hallom, hogy a gyerek nagyon hangos a konyhában, és ezért, ha lökjem le könyökkel, és akkor nem volt szívem. Megmondom őszintén, hogy egyrészt nagyon jó minőségű gyártotta. Tehát küldhetnél most neked mondok neked négy embert, aki az iPhone-jával ezt csinálja, figyelj. És abból hármat te is ismersz. Igen. Garanciát vesz az iPhone-jára, és mielőtt ez lejár, és belekönyököl az iPhone-jába, visszavisz, és kap egy vadonat, tudod, hogy négy éve ezt semmi baj, négy éve semmi baj nincs, tényleg nem szigyeled magad. Monitornak, érted, és nem volt, egyszerűen nem volt szívem megcsinálni. Tehát, hogy így nem. De gyerekek, ezzel legalább egyszer mindenkinek élnie kell. De basszus, hát jó. De nem tudsz. Nem értél igazán, ha egyszer nem töretted össze az autódat. Ha még nem vittek el rendőrök a házadból, és nem töretted össze az autót, nem értél igazán, hidd el. Nem, tényleg. De ugye ezt, tényleg sokan csinálják. Csinálták életem régebben. Az egyetlen, akinek ez nem jön be. És nem törted össze, nem csináltad meg? De hát a kollégája mondta ki, mi, hogy? Hagyjam már. De hát látszik a könyök nyoma. Hát sajnos nem tudunk fizetni. Viszont a laptopot elkopozzuk és átadjuk horvát főtörzsnek, legyen szíves befáradni az irodába. Na, van egy kis segítségünk a témában, mert hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy az autósok régen milyen trükkökkel próbálták átverni a biztosítókat. Hámori László, a Gekosz elnöke itt van velünk. Gekosz, hello, Laci, jó reggel. Hello, szervusztok, üdvözlök mindenkit. Na, hát gondolom, hogy te egy fejből tudsz mondani nekünk 85 olyan történetet, amikor is autósok próbálták meg átverni meglehetősen fura módon a biztosítókat. És mondjuk lebuktak. És nem csak saját sztori. És igen. igen. És nem te voltál, igen. Hogyne. De hallani rossz, hogy ilyet mondtok, hogy én voltam. Na, a lényeg az hozzá, hogy rengeteg történet van, de ezt a Veyront egy kicsit veszélyezzük már ki, mert ez annyira a csőrömet piszkálja. Elmondom neked, mi a történet, hogy ott ugye nincs alul vagy túlbiztosítás, mint Magyarországon. Tehát igen, ott bebiztosíthatsz egy 1 milliós Bugatti Veyront, te bebiztosíthatsz 2,2 millió dollárra, nyilván a havidíja annyi. Igen, az nagyon komoly havidíj lehet ez. Igen. Amiből mi szépen éldegélnénk itt Budapesten, így fütyűrészve költögetnénk azt a pénzt, amit ő erre havonta fizetett. De láttad ezt a videót, hogy bemegy a Bugattival? Én megnéztem ezt a videót, és levert a víz. Ilyen egy lúzer ember, tehát ilyen egy lúzer ember, nem is tudom, hogy aki valahogy ennyi pénzt összegurított magának, összekapargatott egy gerebjével, mert nem tudom elképzelni, hogy ez milyen fifikás módszere szedte össze a vagyonát az ember, hogy utána ilyen béna legyen, szóval ez egyszerűen hihetetlen. Szóval azt kell mondanom, hogy itt madárról szó sem volt, a madár maximum a kormánykeréknél ült. Igen, úgy, ő pelikára hivatkozott, aztán ugye a leeső telefonra, pelikán. Tehát hogy nagyon fura. Nem csodálkoztam volna, hogyha virágnak hívják az ember. Igen. Na, de hát gondolom, annyira hihetetlenül rossz történet, hogy már szép. Tehát abban szép, hogy egyszerűen nem is értem, hogy történt. Hát, valószínűleg neki nem volt meg az 1 millió erja, erre kölcsönkért, összetarhálta, vett egy Bugattit, megpróbálta magának visszahozni, plusz keresni rajta és visszaadni azt, amiről szerintem ezt megvette. Balázs, ez kizárt. Szerintem ez kizárt. De akinek van 50 milliója, hát az nem csinálja ezt meg, hát ott nem kell. Igen, nem? Ez ami a nagy talány ebben a dologban, hogy egy ilyen autónál legyen az akár valamilyen főherceg vagy király, olyan komoly átvilágítást csinál a biztosító társaság, mind az autó, mind a tulajdonos vonatkozásában, pláne, hogyha ekkora a biztosítási összeg, és pláne, hogyha duplán túl van biztosítva, hogy kizár dolog, hogy ezt valami homeless nevén valami Stroman végigfuttatná. Ez kizár dolog. Tehát ez, azért mondom, ez nem meg. Lehetett egy... Ezek igen, inkább de, mi vagyunk. Igen, igen, de itt a nullás se stimmelnek, nem, hogy a végén a pénzeszköznek a jele. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon... Jó, nagyon nézzük a magyar eseteket, hogy mire emlékszel, vagy mi az, amit egy kapásból tudsz mondani, amikor teljesen egyértelmű volt, hogy itt nyilván nem egy közúti baleset történt, hanem valamiféle ügyeskedés megy, és az autót megpróbálják letörni, lebiztosítóztatni, külföldön megtörni, behozatni. Igen, hát nagyon sokáig divatos volt az, hogy külföldről behoztak törött autókat, ugye hát azt olcsón megveszik ott, majd szépen megkötötték rá a magyar biztosítást, levizsgáztatták, ahogy annak rendes módja szerint meg kell történnie, vártak egy kicsit, pihentették a járművet, majd itthon is bejelentették. Hát éppen annyi eszük volt ezeknek a biztosítási csalóknak, hogy annak nem néztek utána, ugye a buta fejükkel,
hogy a németországi balesetet szintén az Allianz rendezte, és a magyarországi balesetet is az Allianzhoz gurították be. Valahogy összeértek a szálak, nem? Egy rendszám alapján, vagy egy alvásszám alapján azért ezek gyorsan összeérnek. Hát, igen. Az alvásszám alapján a képernyő elkezdett pirosan villogni benne a biztosítóba, amikor beütötték a balesetnek az adatait, és azonnal ugye jelezte a számítógép, hát itt nagyon komoly összefonódott számítógépes rendszerek vannak, azonnal jelezte, hogy itt valami nem stimmel, és az utolsó centiméterig az autó ugyanúgy abban az állapotban volt, mint ahogy Németországban szépen trélerről hazahozták. Ha másik biztosítóhoz viszi be, akkor megúszza? Nézd, erre nem lehet biztos választ adni. Nagyobb lett volna az esélye. Igen, az biztos, nagyobb lett volna az esélye. De hát ez mind azon függ, hogy a biztosító társaságnál az ügyintéző, vagy a kárrendező, szakértő mennyire... Volt zsebben. Mennyire, nem erre akartam kitérni, mert az a magyar eseteknél most már nem. De megy, régen volt azért, mindjárt, nem? Volt, tehát régen ez az nem. Emberem van a biztosító, oda ment, szólstok, lemérte, aláírta, kitöltötte, tehát ez régen nagyon ment. Tehát itt attól függ, hogy az ügyintéző átfuttatja-e az egész rendszeren az autó élettörténetét, és talál-e valamit. Ezt minden esetben nem lehet minden ügynél megcsinálni, mert annyi káresemény van, hogy kizár dolog. Amihol egy kicsit gyanú merül fel, ott ezt megcsinálják, és általában találatot jelez a számítógép. Na most térjünk vissza akkor a régi időkre, meg a szakértőkre. Hát ugye ezt mindenki tudta, hogy ez az összefonódás megy az autósok és a kártfelmérő szakértők között. A régi időkben, ugye, nem most arról beszélek, mert most már ez nincs. Miért nincs? Azért nincs, mert egyszerűen elvágták az összefonódási szálakat a biztosító társaságokon belül, ugye, hogy nem mehetett ez egy embernek a kezén át, csak hát a több emberen átfutott ez a káresemény, és a kárrendezési eljárás is. Egy ember nem tudta volna ezt elintézni, ehhez kellett az osztályvezető helyettes, kellett a különböző pénzügyi előadó, stb. Még végül odaállhattál egy jó 3 órás várakozás után a kasszához, mondjuk a régi időkben a Gvadányi úton ott volt a központi kárrendezési egység jó 20 évvel ezelőtt még. Tehát bemettél reggel az autóttal, összetört, én ezt csak hallottam, tehát hogyha volt megfelelő ismerettséged, akkor délután már a kasszánál állhattál sorba a készpénzért. Na most a mai világban ez már megszűnt. A biztosító társaságok központjai és kárügyintéző egységei vidékre költöztek. Ott azokban az épületekben, azokban az irodaházakban ügyfélfogadás nincs, és a biztosító társaságnak az ügyintézői, aki ebben a lánc folyamatban benne vannak, soha nem találkoznak egymással. Csak kizárólag elektronikus formában, illetve telefonon értekeznek egymással, vagy még úgyse. Tehát már akkor nincsen. Igen, hát igen, a 90-es évek vége volt ez, közepe vége, igen, hát ez akkor ezzel nagyon... megszüntették ezt a lehetőséget, hogy ugye itt összekacsintás legyen cégen belül. De hát aztán voltak itt olyan ügyek, hogy az embernek a haja égnek áll, szívesen elmondanám a biztosítástársaság nevét is, de nem szeretném, de volt ott is, hogy ugye ott sem... hát angyalok dolgoznak, sétálgatott ebédidőben a folyosón, és meglátott ugye egy ilyen kis csekktömböt az asztalon a nagyon okos ügyintéző. Hát gondolta, hogy ő az zsebre vágja, mert ugye régebben ugye készpénzbe fizetett a biztosító, ott helyben a kasszán, utána kitaláltak, hogy ilyen csekket adnak, amit be lehet váltani a bankba. Ő talált egy ilyen csekkfizetet, 100 lapos volt a csekkfizet, aztán 92 vagy 93 kitöltetlen Bianco felvény még benne volt. Annyi esze volt ennek a agyafúrt bűnözőnek, hogy minden nap átment a szemközti OTP-be, vagy nem is tudom milyen bankba, és kivett 1 millió forintot. Nem ment el Nyéklát házára, és ott bement a takarékszövetkezetbe, és kivett 862.725 forintot. Hova? Minden nap fixer 1 millió. Minden nap átugrott, egy milláért átugrott. Amíg ugye a pénz helyett egy ilyen karperecet dobtak rá ott a bankba, mert ugye a bankosoknak tűnt föl, hogy ez az ember vajon miért jön ide minden nap 1 millió forintért. Tehát volt pro és kontra példa, hogy mi ment régen. Hát jó, nem volt mindenki okos az dolgozó, aki, érted? Ő ebédidő ment csak, hát munkaidő volt, érted? Hát munkaidőben nem megy ki pénzért, igen. De nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként, hogy ki hogy vágta át a saját biztosítóját, igen. Jó, hát a lényeg, hogy ez ma már azért tényleg nem így működik. Nagyon nehezen megy, ugyanis a biztosító társaságoknál nagyon komoly irodaházak vannak, és ott egy szinten csak kifejezetten ilyen biztosítási ellenőrök, de hát ezt tudjuk nagyon, hogy nem ellenőrök, az a biztosítási nyomozók dolgoznak, tehát egy komoly egysége van minden biztosító társaságnak erre,
hogy felfedje ezeket a biztosítási csalásokat, illetve a biztosítási csalási kísérleteket. Laci, nagyon szépen köszönjük. Nagyon nehéz ez. Óva intek mindenkit, szóval hogy ne, a Feri ne csinálja. Most éppen egy bontó oldalát nézeget, hogy törött el motorháztetőt tesz az alfájára, de akkor ezt már ne csinálja. Semmiképpen nem javaslom a Ferinek se, és egyetlen egy hallgatónak se, ugyanis komoly szankciókkal jár most már, hogyha valaki lebukik egy ilyen eset után. Bünti lesz? Hát ahol, hogy ne. Hát igen. A biztosítótársaságok nem erőltetik a büntetőeljárás megindítását. Van, amikor már egyszerűen nem tehetnek mást, mert annyira egyértelmű a helyzet, hogy kénytelenek büntetőfeljelentést tenni. Nem is egy, nem is kettő, hanem tucat számra előfordul ez. Úgyhogy nagyon kell ezzel vigyázni. Óva intek mindenkit ettől. Laci, köszönjük. Jó munkát nagyon neked. Nagyon szívesen állok rendelkezésre, máskor is hívjatok. Ciao, köszönjük. Köszönjük szépen, ciao. Hát gyerekek, nem hiszitek el, mennyien verték át a saját biztosítójukat. Tehát az SMS falunk az konkrétan lefagyott. A tetőkár, a szendvics sütő, a mikro, a tévé, mindennel. A biztosítónál így jegyzetelnek, ahogy olvasod őket. Igen, a saját kezét, hüvelykujját vágta le, törte össze, hogy kapjon pénzt. Na, mindjárt jövünk az SMS-ekkel, 9:07, itt vagyunk a hírek után. 3:09, 2:02, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, a felesége még mindig a Váci vonaton ül, röpke másfél órája. Isten áldja a mávot. Kossuth idején gyorsabb. Kálmán, gyerekek, ez tényleg tragédia. De ez tényleg tragédia, hogy minden nap szorongva kell felkelned azért, hogy vajon ma beérsz a munkahelyedre. Nem? Ez teljesen nonsens. És most ott üldögél, szegény vagy? Hát nem, a Váci vonaton ül. Aha. Tehát, hogy mi másfél órája ott de mert ül. Áll ugye a szerelvény. Áll a szerelvény. És hát, mi lesz, úgy elkezdesz menni a busz felé? Nyilván nem, mert nem tudod, hogy mikor indul. Leszállsz, amilyen pehes vagy, azonnal elindul. Még tudsz neki integetni az állomásról. Másfél órája ott ül, szegény. Kálmán küldte ezt nekünk. Hali, az M5-ös 24-es kilométerénél az M0-ás előtt Budapest felé 3-as kocka leállósában helyszínenek torlódás van, körülbelül 1 kilométeres sor, de lassan halad. Moli küldte nekünk. Áll az M0-ás, az M1-es felé a 22-es kavicsszól üzeni massza, és a 4-es úton Vecsésnél mérnek befelé. Ezt is. Köszönjük szépen. Na nézzük akkor az SMS-eket. Ugye a biztosítási csalásokról beszélgettünk, hogy ki hogyan próbálta átvágni a biztosítóját. Az esetek nagy többségében azért ez sikerült, már mint ami az SMS-ekből kiderül, ki kisebb, ki nagyobb összeggel próbálta lehúzni a biztosítóját, sokszor egyébként a biztosító fizetett. Írja egy hallgató, hogy arról is érdemes lenne beszélnetek, amikor ténylegesen kár keletkezik, mennyire nem akarnak a biztosítók fizetni, ezt most szándékosan nem kevertük bele, ez egy külön téma lehetne, amikor viszont tényleg valódi kár van, és jogos a kárigény, hogy azért a biztosítók sokszor, nyilván nem minden esetben, hogy mit tudnak szívózni egyébként, és hányadik papírt kérik be. Az is nonsens. Tehát aki egyszer egy ilyet végigcsinál, az örökre megutálja az egészet. Igen. Szomszédomban történt lakástűz után 500 ezeres káromra adtak 120 ezeret, és mindent én hoztam helyre, nem hívtam szakit, írja Kriszti. Jó, ez egy másik téma, de azért beolvastam. A tetőt levitte a vihar. A szakértő javaslatára 3 nap múlva újra bejelentettük. A szakértő javasolta, hogy 3 nap múlva lehet újra bejelenteni. Ezt most nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, de Toma írja. Következőt 20 éve egy ismerősöm kötött egy magas szintű osztrák biztosítást, majd vonattal vágatta le könyöktől lefelé a bal karját. Hát, na, ezt nem hiszem el. Bejelentette a biztosítónak, hogy berúgott és vonat alá esett, azok persze élből elutasították, mert az ittasság kizárók. Egyébként nyilván vezetésnél is kizárók az ittasság, ha te bármiféle kárt okozol. De érdekes az SMS. Ha ezt megcsinálta ez az ember, akkor egy nagyobb buta ember volt. Szerintem vannak ilyenek. Nagyon buta ember volt, tehát hogy ott azért simán előfordulhatott volna az, hogy közben azért lebolintja a vonatot. Igen, a fejed tehát, ott marad. Hogy ott nem csak a karod marad. Igen. Hát, de ha jól is, hogy kézzék el, jó, csak így ráfekszem, és igen, benyújtam a kezed. Igen. Így, ez lehet, hogy kicsit fájni fog, de gondoljon a sok silingre. Igen. Mennyi egy alkar? 3000 osztrák siling? Vagy mennyi? Mennyit fizettek? Kolontári devecseri iszap katasztrófa során egy devecseri lakos megpróbált pénzt kicsikarni azzal, hogy ő is az áldozatok egyikének álcázza magát, de miközben vödörrel odahordta a vörös iszapot a házhoz, körbekente azt, nem vette figyelembe, hogy körülötte semmelyik házat nem érintette a vörös iszap. Gondold el, Szotyi küldte nekünk, érdekes SMS-ek vannak. Egyik ismerősöm apja a kazánházukat gyújtotta fel egyszer, aztán még egyszer. És ha már olyan jól sikerült mindkettő, akkor a kocsmájukkal is megcsinálta. Nem derül ki, nyilván utalta biztosító, igen. Németbe tört a Renault Thalia háta, lámpánál befékezve, a német biztosító fizetett elég szépen. Igen, ezt is sokan csinálták, hogy magyar autót vittek ki Németországba, és ott törtek.
A csavar ott volt a történetben, hogy a táliát ott nem forgalmazták, így a Renault Megánt vették alapul, ugye? Aha, ugye, igen, igen. Itthon megcsinálták a gépet, és vissza egyből Németországba. A ház is összejött belőle. Okos. Igen. De ez a befékező sztorival ugye az a gond, hogy egy mögötted lévő autót is összetörsz. Hát ez sajnos ez így történt, igen. Vagy pedig felhajtósáv van az autópályára. Ahogy jössz föl, igen, a gyorsítósávra bejössz. Te jössz az autóval, amit össze akarsz törni. Igen. Mész föl az autópályára a gyorsítósávba, jönnek mögötted. És megvárod, amíg ő jön, de ugye ott te nem lassítasz, csak benézel balra, hogy jönnek-e az autópálya mögötted. És ezt figyeled a tükörbe, és abban a pillanatban nyomsz egy kövéret, és hátulról beléd vágódnak. Golf 2-es, Golf 3-asokat elég sokat törnek így össze, vagy törtek régen. És a hátsó hibás, kiszálltok, betétlap, és aztán megcsinálják. De ez már, tehát figyelj, így, mert ha csak a számra vitték ki a magyar autókat Németországba, ha csak a biztosítót verted át a cseréppel, amit én, az se oké. De azt jobban el tudom nézni, mint hogy úgy keresel pénzt, hogy egyébként egy mögötted jövő autósnak tönkre is van megoldás, megmondom neked, mi az, nem kell bántani semmiképpen az német állampolgárokat, nem kell kárt okozni. A haverod jön mögötted egy Renault táliával. Az egyik hátul van összetörve, a másik elő van összetörve. Hátsónak két tália, két megánár. Igen. Jó, de nem volt, amikor betonfalnak rohansz meg, tehát sok alternatíva van. Pár évvel ezelőtt a tél folyamán a gardróbunk bepenészedett, a klímaszerelőtől szereztem igazolást, hogy a gardróbon keresztül menő cső repett meg a külső falnál, és az abból kifolyó víz miatt ázott be a fal, 60 ezeret fizetett nekünk a biztosító, írja Niki. Nekem még fiatalabb koromban volt ez az eset, kiégett a számítógépem, és rá két napra volt egy hatalmas vihar. A biztosítónak azt mondtam, hogy a villám belecsapott a házba, és így történt a baleset. A biztosító meg se vizsgálta az esetet, azonnal kifizették a gép árát, ami 100 ezer forint volt akkoriban. Uh-huh. És azóta is ketyeg az új gép, amit abból vettem. Na. De ez szép hülye egyébként. Meg mindenhova feszültségvédett hosszabbítókat vettem. Beteg voltak, és a biztosító se fizet. Még a telefonot sem mered összetörni. Elaludtam vezetés közben, árok lett belőle, majd azt mondtam, hogy ő ugrott elém, erre elvitték a kocsimat szerelőhöz, majd mondták, hogy ütköztem-e vaddal. Erre persze mondtam, hogy igen. Mire jött a kárszakértő megnézni a nyomokat, erre elmentem a vadász barátomhoz, a falán lévő őzből kitéptem a szőrt, majd rákentem a törött kocsi. Rákentem a törött kocsi elejére. Fizettek. Hát. Írja Cooper, de szép. 1987 Dózsa György úti Warburg Service kárrendezés. Komálós volt ott mindenki, egy szakadt 353-as Warburgot 7 alkalommal törtem egy év alatt. Abból tudtam venni majdnem egy új Golfot. Régi szép idők, írja Gábor. Régi szép idők. Ez volt a legjobb az egész. Ez a régi szép idő. Kár, hogy a régi szép időkben már nem maradt semmi, mondja a reklám is, igen. Régen a szüleim a konyhát akarták festeni, vagy kifesteni, apu szétfröcskölte a kávét a falon, a biztosítót kihívták, hogy felrobbant a kávéfőző. A biztosító az utolsó konyharuhát is kifizette, amivel a kávét kellett feltörölni. Hányan verték át a saját biztosítását? Micsoda fertő ez, nem? Fúj! A ház külső homlokzati falát spricceltem ívesen virágpermetezővel, ezzel szimulálva a fürdőszobai csőtörést. Simán fizettek, meg is lett a fürdőszoba felújítás egy részére a zseton. Ezt Csaba küldte nekünk. Anyám egyszer kalapáccsal próbálta eltörni az ujját. Napokig marhára fájt neki, de nem tört el, így még a fájdalom díj is ugrott. Így egy hallgató nem írta alá. Balatoni parti kemping, vihar levert pár cserepet, mi leszettünk nagyon sokat, és kivágtunk egy az épület mellett álló fát. A biztosítónak azt mondtuk, hogy a vihar rádöntötte a fát a tetőre. 500 000 forintot fizettek, pár cseréből új tető lett. Hát hová tart ez a világ? A mamának üzenem, hogy állítólag van egy olyan módszer, hogy egy krumpliba lukat fúrsz, ráhúzod az ujjadra, és komolyan, igen, és rajta hagyod, igen, egy ilyen fél napig, és annyira elgyengül, annyira elpuhul, hogy utána egy kisebb kalapáccsal is. Nagyobbat ütve rá. Mennyi pénzt vettél így föl a Vörösvári úti STK-ból? Ja. Mennyi? Elhittem, hogy Jani 240 forintot. Ment úgy karácsonyozta, hogy mindegyik... Csak erre a durva csúnya görbe újra. Jani, edd már meg azt a karácsony vacsorát. Nem tudom, mindegyik ujjamon krumpliban. Nem tudok játszani a játékaimmal. Már megint bábozol? Apa, leveltem a krumplikat az ujjamról. Sokszor csináltad. Mi onnan igen. Ismered? Persze. És a jobb lábfejem pedig apám beledugta egy dinnyébe. De az nem jött össze.
De próbáltad ezt a krumplit? És kamu? De miért próbáltad, lóvé? Hát szerintem. Suliba? Feleségem is így. Ja, hogy ne kelljen írni. Miki mondja, hogy próbálta a krumplit. Nem működik? Elmondd már. Kamu? Tényleg próbáltad? Próbáljuk ki. Milyen bevállalás? Tesz a lelke szerdára. De rajtad van egy napig. Nem, te húzd, ahova én mondom. Én. Az olyan hajlék, hogy sose törik el. Micsoda. Az enyém bemegy egy eskanyarba is. Az nem törik el. Ha a krumplit húzom, abból nem szívja ki a kálciumot soha. Mert azt tudom, a kréta valóban csinál lázat, de ez a krumpli, ez szerintem hülyeség. Na mindegy. Csötörés volt nálam 10 éve, a biztosító kifizet 180 ezeret a parkettára, azóta is ugyanaz a parkett a lakásban. Ilyen jó. Untam a mobilomat, és mivel biztosítva volt, bedobtam a mosógépbe egy fehér hosszú programra. Majdnem bementem a boltba, és kaptam egy új telefont, de már modernebb és újabb modellt. Majd bementem. Aha. Hát mondom, ezt azért sokan csinálják. Panel lakás felső emeletén beázott 3 éve a plafon, mivel garrobot nem csináltuk meg, ez minden évben, ha a 13. havi fizetésem körül 130 ezeret fizetnek. Egy beázásra? Ah, biztosító, az szép. 87-ben betörtem magamhoz, 250 ezeret kaptam. Na és ez még ez a podgyász ellopás? Utazás közben, igen, megérkezel Feri egyre, tudod hányan csinálták? Tudod, mennyire egyszerű ellopatni a saját podgyászodat? Mesélje, hogy csináltátok? Elmész Yorgos Travellel. Emlékezel Yorgos Travel? Igen. Elmész mondjuk Korfura, uh-huh. Yorgos Travel. Jössz vissza, és megkéred az egyik barátodat, hogy sétáljon ki a csomagoddal. Ugyanis ezt nem tudják visszanézni, még nem is tudják abban a forgatagban. Fölrakja a csomagját a kocsira, és fölrakja a te csomagodat is a kocsira. És hiába jön nekik a papír, hogy lejött, megjött, és szépen kisétál a te csomagoddal, te pedig úgy állsz, várod, nem jön, bejelented, és utána az egész utat visszahozod. Nem csinál, nem, most ne nézzetek írem, azért, mert tudok egy sztorit. Jó, tudjuk, olvastad ezt, és mit a kocsi biztosítanás. Nem én csináltam. Kisétál vele Feri egyen, a zöld folyoson, te pedig bejelented, hogy eltűnt a csomagot, és persze benne volt a kamera, amire szerzel számlákat. Istenem, az a két amfora, a négy megúszó, a metagszág. A 8 kínai váza, és a három csomag baklava. És így biztosítoztatták le ugye a saját podgyászukat. Aztán azt kellett számlával igazolnod, hogy ott van fényképezőgép, meg stb. Tehát beszerezted a számlákat, és visszajött a nagy családnak a Yorgos-i kirándulás. A Yorgos-i? A Yorgos-i kirándulás. A számlákat megszereztél a számlagyáros haverot. Nem én voltam, ezek a csatya hallottam. Hát ez micsoda fertő. Vannak rossz életű barátaim, akik azóta már jobb útra tértek, de ezeket mind így nagyon van. Jól ismerik. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket, hármasugrás, játsszuk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Azért az is szép, bocsánat, még egy SMS nálunk. A régi panelben mindenki repetázott az eláztatásból. A legfőső szomszéddal kellett lezsírozni, hogy jelentse, és évi kétszer meg lehetett csinálni. 2-3 szomszéd volt benne, és osztozott a pénzen. Azért az is milyen. Amikor így a panelbe összeáll a bűnszervezet, tudod, és így megcsinálják a beázást. 2-3 lakás. De hihetetlen közösségformáló, nem? Misa meg a csapat. Jöhet, felkészültünk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, srácok! Ajaj. Új. Tibi, jó reggelt. Hello. Szia. Sziasztok. Hello, merre vagyom? Kicsit olyan fura a hangod. Itthon vagyok. Aha. És az hol van, Tibi? Zalacsány. Én mindig azért kérdezem, mert szeretem tudni, hogy hol hallgatnak minket, mit csinálnak a hallgatóink, mivel foglalkoznak. Te mit csinálsz, Tibi? Jelenleg tanuló vagyok még. Tanulsz? Mm-hmm. És majd... Mi? Az jó, a tanulás. Az mindenkire ráfér. Mi leszel majd, ha... Most lesz az utolsó évem, érettségi. Na! Érettségi. Így van, igen. A hangod alapján sokadik? Olyan mélyebb a hangod, azért kérdezem, hogy sokadiknek első, hál' Isten, első. Most, hát azt gondolom jövőre, ugye? Tehát úgy érted, hogy... Igen. Milyen okosan kikövetkeztettem, hogy így uh-huh. augusztus vége már nem vannak érettségek. Igen, már nem fér bele. Igen. És utána hova tovább, Tibi? Utána szeretnék tovább menni informatikai. Az jó, éreztem. Az nem kapkodós szakma. Valahogy éreztem. Igen, az egy nyugodt szakma. Nyugodt szakma, igen. Tibikém, és egyedül vagy otthon, vagy van, aki segít? Mi a helyzet? Bátyámmal vagyok itthon, ő segít majd. Ott a bratyó is? Így van. Hogy hívják? Gábor. Köszön nekünk a Gábor, hogy hall minket? Persze.
Hello. Szia, Gábor. Szia, Gábor. Na. A segítő bratyó? Igen. Hasonlítotok egyébként a temperamentum. Te mivel foglalkozol, Gábor? Én most jelenleg munkanélkülim vagyok. Ó, az nem annyira jó hír. Az nem annyira jó hír. Mióta? Fél éve. Hát már valakinek ma már találtunk állást, úgyhogy lehet, hogy tudunk segíteni. Jól van, add vissza az öcsikédet, jó? Adom. Köszi, ciao. Szia. Jó. Itt vagyok, srácok. Na, Tibikém, felkészültél? Persze. Na, milyenek a kérdések, Jani? Egy informatikusnál, vagy egy leendő informatikusnál nyilván van széles sávú internet, úgyhogy nem tényleg, lehezek. Tényleg van internet? Van, persze. Annyira tudtam. Úgyhogy gyors újak is vannak valószínűleg. A harmadik kérdéshez kell, ezt átmentettük tegnapról, igen. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóját. Milyen nemzetiségű labdarúgó csapat ellen játszott tegnap a DVSC? Hát? Svájc ellen. Így van, svájci csapat a és, srácok, nem nézett magyar focit, és jó hír, örülünk? Nem. Örülünk, Vincent. Játszott tegnap a DVSC. Gyerekek, amit nem nézek, az a magyar futball. Örülünk, Vincent? Hát amennyiben vannak svájci rokonaid, igen. Kikapott? Hát, miért szerint gondoltam, hogy kikapott a DVSC? Ja, Istenem. Mi legyen, Tibi? Mehetünk tovább. Ezt szeretem, ezt a fajta lendületet, a magabiztosságot. Így szól, jaj, a második kérdés. Hány évig tartott a második világháború? 6. Nagyon jó. Így is van. Ez még ezen a napra pontosan. Nagyon szép. Nagyon szép. Na, Tibikém. Google beizítva? Van? Élet a harmadik kérdés, persze. Igen? Minden megnyitva, aminek meg kell? Reméljük. Nem, majd a révait lapozgatják 2014-ben. Igen. Ne vicc. Mi van még megnyitva? Bigtits.com Le van rakott álcára most. Most le van rakva mil.com. Very good mil.com. Na figyelj, így szól a harmadik kérdés. Ki nyerte a legtöbb Oscar díjat a ma élő színésznők közül? Színésznő. Tibi, úgy keres rá, hogy színésznő. Itt többet kell kutakodni neki. Keresed? Kiejtetted a kanalat? Ja, nem. Keresem közben. Ja, keresed a tesód, elejtette. Meglepődőt elejtette. Hol tartasz? Már sem talán meg lesz. Aha, tehát legtöbb Oscar. Hogy mik a keresőszavak? Mit üt be egy leendő informatikus? Mire keresel rá ilyenkor? Most beütöttem annyit, hogy legtöbb Oscar díj. Pénzpart. Tehát beütötted a kérdést. Aha. Azt hittem. Uh-huh, hogy... Hát ezen még lehetne egy kicsit szükíteni. Na, és most hol vagy? Keresem, de... Kit ad ki elsőnek? Kit ad ki elsőnek? Egy pillanat, és mondom, de... Ő már nem él, akit kiad elsőnek. Fél, legtöbb Oscar színésznő. Hát ezt beütött, hát ezt most én beütöm, hogy kiadja. Nem. Be van kapcsolva a géped, Tibi? Be, ja, jó. Az ne, mindenképpen fontos kérdés. Hát nem, pedig nem mondhatod, hát, hogy... Hát nem. Na, mit találtál? Hát valami... De mi van a monitorodon? Mi van a képernyőn? Valamit csak látsz? Hát hova jutottál? Milyen oldalra? IMDB, mit tud? Hova mentél? Mindjárt mondom nektek. Hát mi van előtted? Csak olvasd, de most már kíváncsi vagyok. Hát a Google kiad egy csomó oldalt, ott rögtön. Olvasd bele az első sorba, hogy mi van előtted? Beütötted azt a néhány keresőszót, mi van előtted? Az első találat, ami kijött, Angelina Jolie, de ő úgy tudom, nem. Nem ő az. Nem ő az. De mi van előtted? Samsung Singmaster. egy MacBook Pro, nagyon szeretem, 13 szolot. Hát nem. Meryl Streep, ez lett volna válasz. Így van. Meryl Streep. Én ezt már tegnap mondtam, hogy ez egy nehéz kérdés. A mai elő színésznek közül ő a csúcs most, 3 Oscar díjjal. Igen. Tegnap is ezért állítottam meg a játékos, mert éreztem, ezért nehéz. Neked Google-val ez lehet, hogy könnyebb lett volna. Én beütöttem, hogy Oscar díj színésznő, kinek a legtöbb, azonnal kidobta Meryl Streepet. Én nem tudom, mit ütöttél be, de sajnos nincs meg az ajándékcsomag. Értem. Nagyon nem ráz meg a dolog, én ezt szeretem benned, hogy nem vagy az a kapkodós típus, tehát nem a szívet fog elvinni, ez jó. Nyugodtan konstatáltad, hogy nincs meg az ajándékcsomag. Pár évvel ezelőtt, amikor játszottam veletek, még a Tutipédiás térnél is ugyanígy mondtad. Ez az old meg a házit, vagy mit csinált, mit játszottunk mi? Igen. Már akkor játszott, ez még Danobius volt? Toldált a házit. És ott se nyertél, Tibi? De ott sikerült egyszer. És mit van tőlünk? Egy bőgde,
egy Klassz FM-es segédpad. Klassz FM-es nem lehet a tordát a háziról, mert azt ide már nem hoztuk, azt a játékot. Azt itt már nem játszottuk? Na jó, bumozzunk egyet még, jó hátha? Rendben. Jó, mennek az ajándékcsomag. Egy a lényeg a te esetben, hogy ne kapkodj. Szokott lenni a jel az LKD-dől, hogyha... ha elmész egy sportorvosira, Tibi, ne kapkodj, az a lényeg, ne siessd el a rohadt életbe, hát ez a rohanó világban, hát az ember nem kapkodhat mindig. Na bumozz egyet, hát ha. Mennek az ajándékcsomagok, figyelj, Tiki, Taki. Bum! Hát figyelj, hát ez, csodám, hogy egyáltalán elindult. Hát, gondolkozott is a gép bőven. Kicsit felköptünk, aztán alálltunk. Ez olyan volt. Ez nem ment tovább. Szembeszél volt. Hát a rohamot nem vezényeltetnének veled egy háborúban, mert nem fennék észre a többiek. Igen, nem táltál ott Segesvárnál, az biztos. Nem támadtunk volna, de... Tibikém, ez egy nagyon-nagyon-nagyon hitehagyott kis bum volt. Drága vagy, jót játszottunk, nincs sajnos ajándékcsomag, jó? Rendben. De legközelebb. Köszönöm szépen, szép napot. Neked is vigyázz magadra, a bratyódnak, ha tudunk állást, akkor jelentkezünk, jó? Ma már egyet találtunk, hát ha tudunk segíteni, jó? Tibikém, vigyázz magadra, ciao. Megmondom neki, köszi. Hello, köszi a játékot. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nekik szerintem rendszeresen kell pókálózniuk a lakást, mert életveszélyesek lehetnek rájuk nézve ezek a rovarok. Ez a végtelen száguldás. Fú, azért egy szóbeli érettségére én még treníroznám egy picit, mert ott azért nincs ennyi idő. Hát ott azért így mondani kell egymás után dolgokat. Jó, négyes. Jó. Én ezt már nem tudom. Jó, megadom, csak adjuk abba. 9 óra múlt 7 perccel eljönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 22 percet. Jó Isten, milyen késő van, gyerekek. Itt vagyunk, azt jó reggelt kívánunk minden. Morning Show hallgatónak itt vagyunk, Trafi az M3-ason Pest felé a 204-es kilométernél üzeni Peti, valamint csak a leállósában lehet haladni az M5-ösön, ezt Zoli küldte nekünk. 44-es út Kecskemét felé lakiteleknél a vasúti átjárónál egy papper, micsoda, Toyota Yarisból méri az arra járókat. Grafit Toyota Yarisból méri az arra járókat, óvatosan, ezt Norm küldte nekünk. Írjátok meg, legyetek oly drágák, hogy mi a helyzet a Vácó vasútvonalon, aki ott ül tényleg, mert hogy olvasok most a Mávinformtól egy közleményt. Ami azért döbbenetes, mert hogy közben nem ezt írják a hallgatóink, de lehet, hogy még ha van idő, akkor megcsörgetjük őket, hogy Vácó vasútvonalon Budapest felé tartó vonatnak elromlott a mozdonya, a pályán vesztegelt, ezért legalább fél órás késésre kell számítani. Most itt a legalább fél órás késés, az azért nem értem, mert hallgatóink írnak, hogy egy órája áldogálnak. Sőt, másfeles is van. Utána behozza? Igen, gyorsan megy. Ja, és nem áll meg. Tehát azért kezdem, hogy be tudja hozni a MÁV, mert ha behozza, akkor az nem baj, csak ez a legalább fél órás késés, hát mondjuk a legalább fél óra, abban benne van az egy óra hát? Is. Hát? Legalább fél óra. Legalább fél abban óra. Mondjuk benne van, hogy az egy órás késés, tehát okosan, ügyesen aha. fogalmaztak. A meneten csak 10 óra felé állhat helyre. Ezt kaptuk. Igazától a MÁV-tól, de lehet, hogy megcsörgetjük őket még 10 előtt, hogy mi a helyzet, ott vagytok, ültök, mióta nem mozdultok, mi van a Vácó vasútvonalon, jó, és akkor mi is próbálunk egy kicsit még tudakozódni a MÁV-tól, hogy mikor lehet egy kis menetszélre számítani, amit úgy megszokik az ember, ha úgy fölül a vonatra, hogy van egy kis menetszélt. Nem? Vác az magasan fekszik. Igen. Ugye ott lejt. Ott begurulsz. Aha. Igen. Ilyenkor nem lehetne, hogy mit tudom én, hogy valami egy pár sajka ott lenne a parton, vagy ilyesmi, aztán leveznének, vagy mit tudom én, vagy komp, vagy akár. Nincs olyan, ez nem egy olyan nagy távolság, ez a Szobbác. Én azon gondolkozom, hogy miért nem teszik föl a Totó, a Lotto, a Hatos Lotto és a Kenó mellé a MÁV menetrendet. Ha betalálsz, igen, nem, hogy megtippelhetnéd. Az érkezési időpontot Vácra. Az érkezési időpont, mikor, vagy betalálsz, hogy esetleg egy hónapon belül hány vonat érkezik pontosan, és ne adj isen azt a vonalat, te beixeled, hogy szerinted, amit tudom én, Szolnok, Budapest, december 6-án, mit tudom én, 11 órás Szolnoki indulásra időben megérkezik, beixeled, mint a Tipmixnél vagy a Totronál, akkor te nyersz 13 plusz egyet, hány vonalat tudsz eltalálni. Miért nem csinálnak akkor ebből egy ilyen típusú szerencsejátékot? Hát akkor ez mindenkinek azért jobban bírnád a MÁV-val való késéseket, vagy a MÁV-val kapcsolatos késéseket, híreket, ha mondjuk legalább pénzt tudná rajta nyerni, nem? Igen. Hányszorosat fizetne? Hát, ha betalálsz. Figyelj, a másfél órás késésnél szerintem nagyon alacsony lenne az ott. Tehát, hogy ott azért ott, én ott arra 1,25. Igen. És akkor így, és akkor tudod lenni ilyen, hogy menetrend szerint 48-szoros volt. Igen, tényleg, és az lenne, hogyha beírod, hogy menetrend szerint, akkor iszonyatos occokat adna, mert hülye nem tippelni meg, hogy menetrend szerint megérkezik. De nem így van?
Lehetne erre fogadni. Egy vicc. Na, vicc. Gyorsan csak a hármasugrást tegyük helyre, mert hogy itt nagyon sokan írnak, ami nem baj, mert hogy azért vagyunk, hogy írjatok nekünk. Meg ez azt jelenti, hogy nagyon sokan hallgatnak minket. Nagyon sokan hallgatnak minket, köszönjük szépen. Jó. Aki kicsit felháborodott hangvételben tesz minket helyre, hogy milyen ostobák vagyunk, és használjuk mi a Google-t. Az viszont küldjön ajándékcsomagot, vagy legalább egy bocsi SMS, mert hogy a kérdés egyébként úgy szólt, hogy ki nyerte a legtöbb Oscar-díjat a ma élő színésznők közül. Nincs baj azzal, hogy helyre raktok bennünket, vagy hát legalábbis néhányan. Hibázunk mi is, meg lehet is. A hangsúly és a hang nem néha kicsit sok, de ha valaki úgy tesz helyre, hogy közben nem egészen értelmezi a kérdést, az nem jó. Hát itt írják ugye, hogy nem jó a válasz, mármint itt Meryl Streep. Mert hogy Catherine Hepburn több Oscar-díjat nyert, mint Meryl Streep, ez egyébként így van. De csak ha esetleg van arról belső információtok, hogy jobb állapotban van Catherine Hepburn, mint ahogy mi tudtuk, akkor további jó egészséget kívánok. Igen, akkor nagyon jó. Akkor valami nagy varázsló, vagy valami nagyon előkészítette ezt a dolgot. Igen, mert hogy Catherine Hepburn már ugye nem él szegényként. És a kérdésben azért ott titkon zárójelben nagyon el volt rejtve, hogy a mai élő színésznők közül. Így szólt a kérdés. Később dobtad utána. Később. Ma élő. Ez lehet, hogy kicsit elhamarkodottam, mondtam, igen, vagy hadartam, de hogy ott volt a kérdésben, úgyhogy köszönjük szépen. Nincs ezzel baj, csak. Igen. Na, gyerekek, én már annyiszor megfogadtam, hogy nem beszélek hazánk celebritásairól, mert mindig csak bajom van belőle. De hát, ha van róluk hír, érted, ha tesznek róla, tessék? Akkor... De hogy mindig okot adnak, komolyan hát persze, mondom. Azért nagyon sok minden mellett megyek már el szó nélkül, hogy ne mondjátok azt, vagy ne mondják azt, hogy én tényleg mindenhogy, meg mindenki, de nem bírok emellett elmenni. Hát meg... Hát ezt emellett nem bírok, gyerekek, ez egy rádió műsor, nem szabad emellett elmennünk. Tehát most vagy velem jöttök, vagy nem jöttök, de nem mehetünk. Meg hát ha nyilvánosság számára hát készítenek valamit, akkor várják is, hogy legyen róla véleményed, nem? Az kell a visszajelzés. Nem, hazánk közszereplői azért ezt nehezen bírják, szóval ők szeretnek szerepelni, csak ahogy szoktam volt mindig mondani, nem nagyon tudnak. Tehát, hogy azért azt, hogy készítenek valamit, és utána azt valaki, mondjuk valaki elmondja a véleményet arról, akkor mélységes mélyen meg tudnak sértődni, hogy zokon veszik. Vagy leparasztozzák én egyszerűen a másikat közben. Azért készítették, hogy arról ott azért valaki beszéljem, hogy beszélhessem. Na, hát ez... Na, mondjad már, miről van. Ez a 2014-es év csúcs videója, gyerekek. Akkor videó, jó. Ez jó, egy videó. Azt hiszem, hogy a Huber fel akarsz beszélni, nem, mert régiben ő is írt egy levelet. Ja, azt láttam. Az is jó volt. Én azt bírtam azt a levelet. De jó, csak én azt bírtam azt a levelet. Én annak jobban örültem volna videó formájában, mert a levél hangvételéből az örült ki, hogy a Feri ledobta a lázat egy kis. Igen, mondjuk egy gyorsan, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, hogy ő ugye kapott néhány komment előttől. Én nem tudom, hogy közszereplő még mindig hogy tudja magát felhúzni kommenteken, akik igen, név nélkül, arctalanul, pattanásosan, általában büdösen írogatnak, ütögetve egy klaviatúrát. Hogy ezen még ember hogy húzza föl magát, nem értem. Tehát azért vagyunk, hogy ezt el tudjuk viselni, el kell viselni. Huber Ferit ugye megszólták, hogy miért ő valakinek a magyar hangja, a rosszul szinkronizálja, miért ő. Ragnar Rothbrocknak ő lesz a magyar hangja. Igen. Egyébként szerintem a Huber egy jó magyar hang, meg én kedvelem is, szerintem egyébként egy jó srác. Tehát úgy, azért nagyjából azt látom, hogy így jön azonos a fiú. De hogy írt egy levelet az Indexnek, amiben ő válaszolt a kommentelőnek, és ezt ugye a comment.com vagy az Index lehozta. Nem javítottak bele, nem javítottak bele, nem húzták át a helyes írássibákat, semmit. Lehozták. De az a levél egyébként nekem tetszett, az tökös volt. Leírja azt, hogy ma hogy megy egy szinkron szerep, hogy mennyire nincsenek megbecsülve, hogy kapnak nagy szinkron rendezőktől szinkron szerepet, hogyha jó vagy és bizonyítasz, ha nem vagy jó, ha késel, hogy milyen komoly szakma, és egyébként 200 forint per tekercs nagyjából, ugye annyiért szinkronizálnak. Kint milliókat keres egy szinkron színész, itt nagyon nem is becsülik meg őket. Válaszolt egy hosszú levélben egy kommentelőnek, ami szerintem azért baj, mert ebben a pillanatban ő egy kommentelővel azonos szintre került, tehát felemeli a kommentelőt. Picit mondjuk én nem azt mondom, hogy lenézem a kommentelőket, én azt gondolom, hogy nem feltétlen kell erre reagálni, mert arctalanul valakit megbánt, ez mindig a legkönnyebb, ha arra reagálsz, kicsit te vagy a hülye szerintem. Sőt, mi több, ha ezen felhúzod magad. Arctalanul megbántani valakit mindig a legkönnyebb. Igen, de ez picit úgy tűnt, mintha ez is lett volna a cél, mert hogy egyébként a Feriről azért köztudott, hogy igen, hogy ő felhúzza magát. A levélnek egyébként a legjobb pillanat az volt, amikor szinte üvöltött hatalmas betűk az őt, hogy én vagyok Ragnar Lodbrok! Ezért mondom, hogy a videóban nekem sokkal jobban tetszett. Igen, de én azt bírtam. Én ott tényleg csak azt nem értem, hogy
azzal töltöttek összeszerelőként az időt, hogy rólad szóló cikkek alatt a kommenteket elolvasod, az egy nagyon nagy hiányám a te önbizalmodban azért, vagy az önképedben, hogy abból teszed helyre, hogy rólad mit kommentelnek. Tehát az nagyon nagy baj szerintem. Vagy legalábbis nem szabad ezzel mérgeznie magát az embernek, mert a kommentelő 90%-a azért írja azt, hogy beléd rúgja. Nem? És ráadásul név felett, hogy egy nickname mögé újra. Név persze, mi legalább azért arccal teszünk, de nem célunk most senkivel belerúgni. Ice Bucket Challenge még mindig, gyerekek. Tehát váltva már arra, amiről most akarunk ugye egy kicsit beszélni. Ice Bucket Challenge, mindenkit ebben az országban. Én azt mondom továbbra is, ezekben a videókban csak a vödröket nézzétek. A magyar Ice Bucket Challenge semmi más. Nézzétek, hogy ki milyen vödörrel önti nyakon magát. Zseniális. Tehát aki még a izét se veszik lőle, amin ugye kinyomod a felmosó azt se veszi ki magát, és úgy önti magát egy rózsaszínbe. Csak legalább pattintotta volna le róla azt, amin kinyomod a rózsét, de nem baj. Csak mondom, hogy én direkt értem a Lacit, hogy mondom, két egyforma vödör legyen. Reggel bejövök, mit látok? Van egy piros felmosó vödör, és egy fehér labor. És akkor mondtam neki, hogy na jó, akkor inkább vegyük ki néhány virágot a tartójába, és akkor nincsenek ezzel, mert hogy ez egy picit így. Érdemes összehasonlítani a magyar videóban a vödröket, meg az amerikai videóban. Tehát én nem tudom, stílus, ízlés, bármi, de hogy azon nem gondolta senki tovább, hogy ne egy rózsaszín felmosó lavorral öntse magát nyakorom belé. Figyelj, tényleg benne van a kinyomó, és én örülök neki, hogy ekkor lehetőséget látott ebben a Vileda, hogy ennyi videót megszponzorál. Lehet, hogy jobb a vödörpiac, hát ez egészen biztos. Szebbek a vödrök. Én mondom, a magyar videókban nagy többsége csak a vödröket hiszem, döbbenet. Milyen vödröt használ főhősünk? Főhősünk, nem tudom, hogy milyen vödröt használ. A Bereckiről van szó, akit kihívtak Ice Bucket Challenge-re. Én azt mondom mindenkinek, hogy nézze meg ezt a videót a YouTube-on. Régi barátodról beszélünk, ugye? Hát dumáltak már erről. Igen, arról, így erre gondolva. Nincs ellentét, tehát szerintem nem kedvel. De hogy sok okot én nem adtam rá, hogy kedveljen. De én azt gondolom, mindenkivel őszinte vagyok. Ráadásul arccal teszem mindezt, meg visszahallgatható módon, viszonylag beazonosítható helyen. Igen. Tehát kicsit más, mint amit mondjuk a kommentelők csinálnak. De hogy ki mennyire értelmezi félre az Ice Bucket Challenge-et, és hogy mennyire használja föl önmaga PR-ozására, annak ez most egy ilyen, hát egy mintapéldánya. De közben valami bődületesen rosszul, szomorúan, és hát szóval, hogy elképesztően félreértelmezve. Döbbenet. Tányinger. Figyelj. Szevasztok. Meg legyen a Berecki Zoli. Most nem kommentelem végig, hogy mit látunk a videóban, azt mindenki nézze, a szöveget hallgassátok. Itt azt mutatják egy laptopon, hogy a Berecki nézi, hogy őt kihívták. Innentől kezdve a következő történik. Ez nem a saját zenéje alatta? Ez a saját zenéje alatta. Saját, aha. Persze. Tehát az nem egész videó azért arról szól, hogy közben a saját zenéjét promotálja. Döbbenet, gyerekek, döbbenet. Figyelj. Ez szép. Figyelj. Hát engem is utolért a jeges kaland. Aki ismer, tudhatja, hogy nem szoktam elszaladni az élet kihívásai elől. Ugyanakkor az is tudható, hogy szeretek belenézni a kútba, mielőtt fejet stugrik. Ül egy asztalnál belenézni a kútba, mielőtt fejet stugrik. Ezt ugye elmondja, azt hiszem, jön a vödör, nyakörönti magát. Eddig azt tetszik benne, hogy nagyon spontán. Nagyon spontán, két kamerával vagyon vágva. Azt lehet azon vitatkozni, hogy egy vödör jég a nyakba, mennyire figyelemfelkeltő, vagy hogy segít-e ez egyáltalán bárkin. Az azonban tény, hogy a challenge eddigi ideje alatt közel 23 millió liter ivóvizet öntött ki a világ. Még az egyik... 23 millió liter ivóvizet öntött ki a világ. Ivóvíz? Ivóvizet öntött ki a világ. Ezt kiszámolt össze? Azt nem tudom. Nem tudom, de ez egy adat. Ránézés a vödrök mérete alapján? Igen, 23 millió liter ivóvíz. Kezünkkel adunk, a másikkal elveszünk. Pazarlás. Pazarlás, bedobja a mobiltelefont valahova, majd mondom. Arra kérek tehát mindenkit, hogy persze tartsuk meg az eredeti gondolatot, és keltsük föl a figyelmet, és segítsünk azoknak. Milyen természetes, nem? Tartsuk meg az eredeti gondolatot. Jézus, figyelj, az a mobiltelefon, az nem lehet, hogy még jó volt, és esetleg egy alapítványnak jó jöhetett volna a kommunikációra, vagy bárkinek, akinek nincs. Mert hogy az vízbe dobta, de várjál, mert mindjárt van, milyen vízbe. Maradjunk észnél. Jó. Felirat. Figyelj. A jeget pedig már sokkal izgalmasabbra használom. Haza mi történt a hanggal? Hazament a hangmérnök. A jeget pedig valami sokkal izgalmasabbra használom, és látunk egy női nyakat, amin egy jégkockát így végighúznak. Ez a videó. Aha. Agyonvágva, két kamerával föl, és mink, haj, minden belőle. Tehát mint egy ilyen kis promóciós profi film. Tessék? Profi van megcsinálva, nem ám itt egy telefonnal fölvéve. Jó. 23 millió liter ivóvíz, mondja a Berecki, és eldobja a mobiltelefonját. Hova dobja be?
mi mellett áll a környezet védelem nevében 23 millió ivóvíz az, amit elhasználtunk erre. Mondja ezt a Berecki egy úszómedence mellett. Egy olyan úszómedence, egy olyan úszómedence mellett, amiben nem tudsz úszni. Egyértelmű szándék, az csupán az, hogy belemenjél. Hogy lubickolj benne időnként, egy kicsit jól érez magad. És lubickoljál. És beledobja a mobiltelefonját egy úszómedencébe. Ezt elhiszed? És az ez döbbenet. Egy gyerek, ezt megnéztem, ezt nem hittem el. De az a biztos nem jó víz van benne. Ugye, Zoli? Aha. Abban nem jó, hogy esővizet gyűjt bele. Esővízben fürdik, és utána kilocsolják a kertbe. Biztos, hogy ez lehet. És ja, mondjuk az sem zavaró, hogy... Gyerekek, de ez nagyon... Eleve, hogy az egészet ennyire komolyan veszed. Eleve, hogy image-et építesz, hogy ebből csinálsz egy PR kis filmet. Elmondod, hogy a környezetvédelem is a 23 millió ivóvíz, és elmondod ezt egy úszómedence mellett, ahova bedobod a mobiltelefonod. Azt is nem értem, hogy miért dobja be a mobiltelefonját. Így gyakorlatilag amúgy veszélyes hulladékot képzel. Így van. De hogy miért, dobta bele a mobiltelefonját? Ugyan már hagyjuk ezt hülyeség, és beledobja a mobiltelefonját az úszómedencébe. Nem a mobiltelefonon nézi az elején a kihívást? Nem, egy laptopon. Nem, laptopon. Egy laptopon. Akkor ez se jó, mert azért mondom a kihívást el. Egy laptopon. Na azt hittem, hogy van mögött a stábtag, aki elkapja. Zoli, hülye vagy, egy medence van mögötte. Halott? Ez olyan Samsungom, ha hülye vagy, már úgy már de bejöttem. Egyébként, ha nem dobnál bele a mobiltelefont a medence, akkor se jó, hogy ott van, mert hát az az ivóvíz pazarlás ne továbbja, nem? Nem kampányolhatsz az ivóvíz mellett, így, hogy 23 milliliter ivóvíz, milyen szomorú a világ, és ne öntsétek le magatokat egy jegecsvízzel, mert én Berecki Zoli majd megmentem a világot, egyébként egy úszómedence mellett. Ja, várja, megvan, az Isten. Nem úszómedence, az ciszterna. Az egy vízgyűjtő. Az esővizet gyűjtik, és abból isznak, abból valószínűleg abból nyert vízzel öblítik a vécét, és azzal mosnak. Aha. Szóval, hogy ez a különbség, hogy, kell, amikor nem szabad komolyan venni magad, és Bill Gates is leönti, és a Mark Zuckerberg és mindenki, és nem egy PR filmet csinál belőle, és ez amikor egy magyar úgy veszi magát komolyan, hogy közben viszont komolyan véve csinál magából hülyét. Az amerikai viszont direkt csinál magából hülyét viccesen. Itt van a nagy különbség. Mondtad, te viszont komolyan akarod lenni magad, és úgy csinálsz magadból hülyét. A kettő között van a nagy különbség. Húznál egy határt, azt mondod, hogy azért álljon meg, aminek az álságosságnak is van határ. Köszönöm. Mert a Matt Damon belehajolt a fajancba, és azt mondta, hogy nem pazarlok vizet, és nyakon öntötte magát. Egy vödör belemert ugye a fajancba, kivette a vizet, és azzal leöntötte magát, és mondta, hogy nem pazarlunk ivóvizet. Az egyébként jó, de azért egy úszómedence mellett nem szabad kampányolni. Én kérek mindenkit, aki 23 millió liter ivóvíz mellett, részt vett egy, ebben az Ice Bucket Challenge dologban, hogy egyszer, amikor úgy érzi, hogy fürödni szeretne, akkor ne fürödjön, zuhanyozzon. És akkor megint egálba vagyunk. Helyreáll a rend. Akkor helyreáll a rend. De tényleg. Akkor onnantól kezdve, és akkor minden meg van oldva, és akkor valószínűleg az Oli is készít majd egy videót, és azt mondja, hogy köszönöm, összeszámoltuk az utóbbi néhány hétben. Hány millió liter vizet? 23 millió. Igen, 23 millió 548.623 liter és 8 deci vizet spóroltunk meg. Tehát köszönöm. Már akkor pozitív a mérleg, ugye ezzel az 500 literrel. De nem értem, tényleg nem értem. A mobiltelefon dobása, de a medencét azt megvédkél. Hát picit itt azt történhetett, hogy akkor most menj be, mehet. De nem, ez egy spontán dolog, tehát lenyomsz egy ilyen betanult, 6-szor felvett, 2 kamerával felvett, agyonvágott valamit, 26 mondatból összetéve hallatszik, hogy betanult, egy őszinte mozdulat, egy gesztus, egy szó, egy vesző, egy levegővétel nincs benne. Semmi, az egész egy rohadt nagy manír, mert hogy egyébként egy büdös nagy manír az mondani, egész. Semmiféle őszinte, még a laptop becsukása se az. A verkfilm még nincsen fenn. Zöldzoli 32 csapó! Kiviszel rá 2 kamerát, lerakott statívra, fizetsz utómunkát azért, hogy készüljön neked egy ilyen félperces környezetvédő kisfilmed. Egyébként az Ice Bucket Challenge ellen, ahol Jézus Isten, mindenki nyakon öntötte magát egy vödörvíze, úristen mekkora. És a legtöbben egyébként olyan helyen öntötték környezetvédelmi katasztrófa ez. Ahol a földbe szivároghatott el. Csak mondom egyébként például a Hújbefer is kint a hétvégét el kell a buxusban. Egyébként számtalan példát lehetne sorolni, hogy ezért az emberek nem hülyék.
Tehát, hogy nem olyan helyen öntötték le magukat, ahol mondjuk az érted, nem egy utca közepén. Egyébként mit kellett volna csinálnom azzal a vödörvízzel, elküldeni Afrikába? Tehát most de tényleg, tehát nem tudsz így, tehát, hogy ez, ugye, ebben a formában ezt nem tudod megoldani. De hogy egy medence mellett, ráadásul saját zenédre, ez elképesztő. Elképesztő. Tessék? Ciszterna mellett, igen, nem a te zenédre. A végehang az hogy jöhetett össze? Az nem tudom, mi volt a végehangod, az, hogy egy lánynak a nyakát látjuk, hogy ő jobb dologra használja a jégkockát, és akkor végighúzza. Ja, oda, tehát leforgatták, odáig jó minőségben volt. Hát a hangmérnök fölmondott, mondta, bedobtad a telefonomat, ezért nem veszek neked. Lerakta a puskát, és azt mondta, kész. Innen rögzítsetek atmoszférát, nem veszek nektek hangot. Nem. És kész. Nem, szomjas volt valószínűleg a hangmérnök, és akkor Zoli mondta, hogy már pedig itt nem is szóljon, mert az pazarlás, húzzá hozzá. Figyelj, bereckék nem árulják a házukat most? De ők ugye ott van úszó medence? Mi keresünk egyébként jó alapot belével ingatlan, de ez nem a mi már fekvésünk, nem tudom, azokat nem bízt. De a gyerekek, meg most van. Megtáltam egy oldalon egyébként egy akkora jacuzzi és egy akkora medence van benne, mint két ciszternájuk is van. Látod, mert ennyire takarékos. Ő két helyen gyűjti a vizet. Aha. Na jó, mindegy, ez nem csak egy mellékes, de hogy megnéztem a házat, konkrétan egy rohadt nagy medence van benne. Na mindegy, szóval, hogy én értem, meg persze lehet jól kampányolni, meg csomó minden jó van, csak szerintem pont van az a pont, amikor uh-huh. Amikor egy dolognak az a lényege, hogy csinálsz magadból jó feje hülyét. Igen. És nem komolyan veszel egy olyan dolgot, ami valójában komoly, de itt az a cél, hogy közben azért összekacsincsunk, és nevetve hívjuk fel magunkra, meg erre a dologra a figyelmet. És ezt egy ilyen öncélú filmen megcsinálni, fú. Jó, de szerintem, én megmondom nektek köszönjük, hogy én bocsánat fogok kérni ezért az egész megszólásért a Bereckitől, hogyha indul a következő Bamakón, és elviszi egy lajtos kocsiban azt a vizet, amit ott gyűjtött abban a medencében. Tényleg. Igen. Én bocsánatot fogok kérni. Akkor a szavalást is megbocsátjuk neki egyébként, hogy elszaval egy ilyen négy mondatot, amit betanult. Döbbenet. Olyan rosszul értelmezik ezt sokan. Mielőtt fejestuklok a kútba, szeretek belenézni. Hallgató is rendben van, az nem az ő medencéje. Aha. Nem ez a lényeg, és? Hogy az ővé vagy nem. Hát, nem ez a lényeg. Nem abszolút. Kampányolok éhező gyerekek mellett egy grillcsirkével a kezemben. Na de várjál. Tehát, hogy aki ezt nem érti. Ja, akkor a házat is azért árulják a medencével, mert már nem tud azonosulni azzal a régi életével, amiben volt hely egy medencének a kertben. De okos vagy van. Másnak a házát árulják? De okos igen. Vagy. Egyébként is írja egy hallgató, hogy ez egy vízálló telefon volt, jó? Igen. Az egy cseppálló, jó? Egy cseppcsaló Samsung. Egyébként a fene az egész videóval nincs, hogy valaki mondja, hogy miért dobták be azt a rohadt mobiltelefon, de engem már csak az érdekel. Hogy jött össze ezzel az egész, hogy a mobiltelefon bekerült a vízbe? Hogy? Uh-huh. Annak mi a funkciója? Mi nem értünk valamit, csak nem szeretem látni. Nem szeretem, ha nem látok valami tisztán, vagy nem értek valamit. Igen. Engem az egész egyébként az idegisít a legjobban, hogy háttalál az a csaj, amit buzerál az a jégkockával. Érted? Túl közeli a csaj. Érted? Miért nem mutatják a nőt? Miért nem szemből, és miért nem erogén zónát? Miért a gyakát? Ezt mondja meg nekem a zótán. Na mindegy. Jó van, fel van a YouTube-on, keressetek rá. Érdemes, tanulságos szerintem. Csak tanulságos. Hosszú óra végződő testrészeket buzeráljon azzal a jégkockával. Kérem, legközelebb. Köszönöm. Zoltán. Egy hallgató. Zoltán. 3:10, ez pontosan 2 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10, múlt pontosan 1 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk. Felhívtuk a mi biztonságpolitikai szakértőnk egy gyereket. Hát, oh. Sajnos mindig szomorú apropója van, hogy hívjuk, de amit ő mond, az mindig fantasztikus. Ugye Nógrádi Györgyről van szó. Az ukránok szerint ugye az oroszok minden értelemben átléptek egy bizonyos határt, szóval legszorosabb értelmében is, erkölcsileg is minden, hogy állítólag bevonultak, vagy legalábbis elkezdtek, az oroszok tagadnak, az ukránok pedig az Európai Unióhoz fordultak segítségért, az ENSZ-hez mindenkihez. Felhívtuk a mi biztonságpolitikai szakértőnket, hogy mondja el, hogy mi a helyzet, és mi lesz ennek az egyre szomorúbb ügynek a végkimenetele szerinte. Igen, és szerencsék volt, mert éppen akkor nem olvasott Helmut Kohl. Így van. És a biztosítási csalásokról is beszélgettünk egészen hosszan, mert hogy egy amerikai ember lebiztosítóztatta, vagy hát legalábbis szerette volna az ő Bugatti Veyronját, méghozzá úgy, hogy megvette 1 millió dollárért, bebiztosította 2,2 millió dollárra, és belehajtott egy Texas mellett található tóba. Először a pelikánokra fogta, kiderült a videón, hogy nincsenek pelikánok, aztán a lejtett mobiltelefonra, most úgy néz ki, hogy 20 évet is kaphat biztosítási csalásért, és arról beszélgettünk, hogy a nagy idézőjeles hőskorban
ki hogyan próbált átverni a saját biztosítóját autóskárokkal, lakáskárokkal, tűzkárral, viharkárral. Hát rengeteg hallgató írt SMS-t, ezekből szemezgettünk, és ezeket most újra megmutatjuk. 5 perc van pontosan 10 óra. Nem tudom megszokni ezt a pénteket, valahogy letérthető. Nem tudod túltenni magad a videó. Nem, a péntek egyszer nem, hogy recept tőled, meg hétvége, annyira furcsa, hogy ez most így van. Na, hívjuk a naphallgatóját először. Csabi, egész héten nincs? Nincsen. Szabin van. Hétfőn még egy lesz. Utolsót így a nyári. Á, figyelj, ki kell használni, hát van elég, tudod, két gyerek. Iskolások már ők is, nem? Nem mennek Szabira évközben nagyon. Lesz elég baj, még csak az egyik a nagyobbik. Jani elment vízért. Nem. Mit írt? Jó tét? Legalább azt mondta. Utána akartunk, én nem is volt vicces, inkább érdekes, ugye azt írta, hogy anyám egyszer kalapáccsal próbálta eltörni az ujját. Ugye a biztosítási csalásokhoz jött az SMS, ráütött, napokig marhára fájt neki, de nem tört el, így még a fájdalomdíj is ugrott. Ezt írta SMS-ben, ezt akartam kideríteni, hogy ez hogy történt, hogy mama milyen óból kifolyólag 600 forint az STK-ból, vagy 1000 forint. Hát volt idő, amikor ez ugye nagy pénz volt. Mennyiért akart eltörni? Többet fizettek egyébként. Volt egy törés, másik igen, ilyen törős, aki azt írt, hogy 1800 forint volt a havi fizetés, és 3000-et kapott az új törésért. Ott kollégák sorsolták, hogy ki üthet. Nagyon sok SMS volt, és most, igen, és gondolj be, hogy volt a dolog máshoz érdeke is, mert megkapta ugye a 3 rugót, megkapta a táppénzt, és nem kellett mennie dolgozni. Plusz Szabi. Tehát ez nem olyan rossz az. És egyébként a krumplis dolog igaz. Tényleg. Tehát, hogy próbáltad? Rajta hagyod egy napig a krumplit, utána leveszed, és ha elég nagyot ütsz az ujjadra, el is töri. Figyelj. Ez krumpli. De a krumpli nélkül is igaz. Szerintem ehhez nem kell krumpli, csak egy jó kalapács. Figyelj, de hát jövő héten szerdán, ugye általában szerdán van teszt a lelke, mostanában úgy csináltunk, mert nem jött olyan termék, kedden fölrakod a krumplit, én szerdán hozom az érc kalapácsomat, hogy rád vágok, megbolondom. Szívesen. Vagy ahova akarod, oda teszed a krumplit. Nem, most Árpi amúgy is érezte, hogy be kell mennem majd, és hogy menjek be, és várja a kis ujjamat, mint, hiszen ő az olyabun. Itt a cégnél én pedig csak egy kis csíra jakuza vagyok, úgyhogy a lámstegy miatt oda kell adnom neki az ujjamat. A hétfő kettszerdai rockzenékre legalább a balkarotokat kell majd lépni. És belekeverted magad a Malmsteennal. A Malmsteennal én is belekevertem magam ezen a napon, igen. Jól van, naphallgatóját hívtuk, de nem vette föl. Mi a recept? A varázsszer, ami kiüti végre ezt a rohadt zabot, amit minden nap látnom kell. Mit hoztál? Kétszer annyi rost van benne, mint a zabotban. Kalcium, kálium, magnézium. Azon nemzetek, akik fogyasztják ezt a kiváló alapanyagot, ismeretlen számukra a koleszterin szint emelkedése. Olyan szívritmusuk van, hogy megőrülsz. Hmm. Tessék, mi ez? Vége a zabnak. Ez nem más. Várjál, magas rost tartalma van, jó a szívre. Nem tudom. Ez nem lehet hajdina. Más. Nem, de nem jársz messze tőle. Melegítő felső? Az. A bulgur. Nem. Ez a gersli. Az árpagyöny. Végre! Az árpagyöny. Egy hajdinával majdnem bele. Egyébként igen. Képzeld el, én ezt nem tudtam. Én nagyon szeretem a gerslit, de most, hogy így rá vagy gyógyulva erre a hülye zabra, mondom, elkezdek nézni valamit, ami kiüti. És elkezdtem olvasni a gersliről. Ne bánsd a zabomat. Nem, nagyon jó az zab. Egyé sokat. És kiderült, hogy veri. Veri a zabot a gersli, úgyhogy gersli saláta van, mert meg lehet salátának is csinálni. Nyilvánvalólag, mivel rólam van szó, egy gyönyörű malacka rajta, azért én megsütöttem hozzá. Hullottak az állatok? Hogy az legyen, ez egy jó kis karaj van oda mellítéve, meg mivel most ilyen nagy piac a szezon van tele friss zöldséggel, ezért egy szalszát is lehet csinálni. Egy mexikói szalszát. Egy jó szalszát. Hát az... Érte. Táncra petet utána. Így együtt fogtok táncolni. Én mondjuk szívesebben táncolom el a pecsangát, de ha azt is tudhatsz. Azt is tudhatsz. És hogy mennyire rendes vagyok hozzátok, akik az egészség felé mentek, két linket fölteszünk most, benne van a receptben, ami a fővárosi meg a vidéki termelői piacokat összefoglalja. Tehát ha rendes zöldséget akarsz venni, meg jó sajtot, meg füstölt árut, akkor azok ott vannak, hogy ahogy mész hazafelé, elkanyarodsz arra, és ott egy termelői piac. De csináld meg egyet, igen. Ne linkeld el. Nem, ő zabot csinál. Csak zabot eszem. Most olvastam egy érdekes cikket, hogy a Magyarországon ugye a vastagbélrák is elég durva, sajnos, mert hogy magas ugye mind a megbetegedés, mind a halálozási szám, és hogy semmi más nem kéne csinálni, mint egyébként a bevitt rost mennyiséget emelni egy kicsit. Olyan szinten rossz szegényen táplálkozunk, hogy nem kell olyan nagy csoda a vastagbélnek. Kicsit emelni kéne a rostot. Ennyi. Zab is ugyanezt csinálja. Zab, utifülmaké is nagyon jó, igen, vagy hát a
ugye most Gersli, Árpagyöngy. Meg hozzáteszem, rengetegen fogyasztanak mindenféle joghurtot, gyümölcsjoghurtot, sima joghurtot, kefirt, stb. Lehet kapni szépen lecsomagolva zab, vagy árpakorpát, ilyesmit. Abból mindig egy kis kanállal szépen mellé rakunk, az ízén nem változtat, eléve egyébként jobban elveszi az éhségérzetet, és nagyon-nagyon egészséges, mert gyakorlatilag tényleg végtakarítja a bérrendszert. Egy kis zabkorpa, árpakorpa. Vagy kész. A beöntés. Vagy a beöntés. A kolonhidroterápia. Azt is ajánlom mindenkinek, de... Tudnék róla mesélni. Van. És az élménybeszámolókat várjuk. Igen. Szerettük. Nincs, mint amikor a nővér megkérdezi, hogy éppen egy 3 centis csővel a kezébe, amit éppen készül ugye feltolni, majd el is indítja, és azt mondja, hogy úgy érzem, ma stresszes napunk volt. Igen. Hát szerinted. Egy kicsit lazítani kellene. Nem tudok, bértárgyalásokból. Kamilla? Nem, Balázs csak megtévesztette a hajam, és így hátulról. Ja, nem úgy értem, kamillás beöntést kíván, vagy? Egyébként azzal adják. Vagy szalvuszost. De már erről nem akarok. A szalvuszos is jó egyébként. Adás, mindjárt kikapcsoljuk a mikrofont, és akkor adhatsz tippeket, ebben én is jó vagyok. Jó van, jön a kívánságműsor 555-55 Garami Gábortól dalt kérni, mert hogy ma még ő van, Csabi nincs, hétfőn már lesz, és hétfőn jövünk mi is. Mindenkinek szép hétvégét, szevasztok! Sziasztok!